Akkor nagyon sok szeretettel, tisztelettel köszöntök mindenkit. Sziasztok, gyertek! Ezen a mai estén éppen átcsúsztunk a tavaszi napi egyenlőségen. Ez különösen egy ünnepélyes alkalom ebből a szempontból. Mielőtt átadnám a szót a mai vendégünk Géczi Gábornak, egy néhány szolgálati közlemény. A következő előadásunk március 19-e, azt hiszem, a szerda, vagy április, bocsánat. Akkor Miklós Völgyi János lesz a vendégünk. Ha valaki járt a csontvári kiállításra, ami nem volt a közösségi házba, akkor ő az a festőművész, aki elkövette a zarándoklás a cédrusokhoz című képnek azt a másolatot, ami itt volt a kiállítás alatt. Ő fog nekünk sok-sok érdekességet mesélni a Sixtus Kápolna képeiről. Aztán, szia gyerek! Ott az asztalon van egy lista a következő előadásokról, akit érdekel, az nyugodtan vigyen. Illetve ha valaki szeretné, hogy mindig kapjon biztosan értesítést a következő előadásról, az feliratkozhat egy e-mail listára. Illetve van még egy másik lista, amin pedig azt lehet beixelni, meg mellé írni a neved, hogy ha valaki szeretne a korábbi előadások felvételéből kapni, akkor egy cseredvd ellenében azt én megírom neki, és akkor a következő alkalommal megkapja. Illetve még ott van egy pár dobogókő újság, azokból lehet nyugodtan vinni, olvasgatni, és akit érdekel, el is lehet majd lefizetni. És akkor a szolgálati közlemények azok ennyi volt, és akkor sok szeretettel még egyszer köszönjük Géczi Gábort, és akkor hallgassuk össze. Köszönöm szépen. Nem tudom, hányan láttátok azt az előadást, ami az első januári előadás volt YouTube-on erről az évről, hogy mi várható erre az évre. Nem baj, akkor így röviden elmondom. Tehát azzal kezdtem ezt az évet, hogy 2007 az egy nagyon különleges év. 2017, mit mondtam? 2017. Az is biztos, az is. Igen, rá van igazából. Na, tehát azért különleges év, mert egyes év, tehát ugye számisztikában az, hogy összeállítjuk a számokat, és akkor marad a végén egy szám. Tehát a 7-1 az 8, meg 2 az 10, 1, meg 0 az 1. Tehát ez egy egyes év. Az egyes az egységből szól, az újrakezdésről szól, mindennek az indulásáról, meg hát az egy az a listának volt a végig neve, hogy ezt is vagyok a rovásírásban, ebből lett a Géta. Ebből lett a rovásírásban a Géta. Tehát az egy. Na most nagyon nagy lehetőség van most az összefogásra, és azért ez látszik is, tehát elkezdtek zsizsegni az emberek, meg mozgolódni, meg elkezdtek rákérdezni mindenre, hogy miért. Ugye, mint a kisgyerek, vált újra gyereké. Tehát nekem összesen 5 fiam van, de az első 2 az már nagy, tehát ilyen 25 éves, stb. Nem olyan kérdezték meg, hogy miért ők csinálták azt, amit mondtunk, ha nem csinálták, akkor itt kaptak egyet a fenekükre, de ezek az újak már hiába kapnak akármit, ezek megkérdezik, hogy miért, és ha úgy érzik, hogy nem indokolt a válasz, vagy nem megfelelő a válasz, aztán nem hajlandó megcsinálni. Tehát ez az a generáció, aki jön le, egyre nagyobb töménységre, vagy egyre többen jönnek le, és ez az a generáció, aki szét fogja bontani ezt a, hogy is mondjam, szemétkupacot, amit csináltunk itt lenne a Földön. És hát már csak azért is kéne neki egy kicsit segíteni, mert végül is helyettünk csinálják. Tehát amihez nekünk nem volt elég, meg nerszünk, azt ők megcsinálják. Na most, hogy lehet összefogni? Tehát az egység, ez az egyesülés, ez az összetartozó dolgoknak az egymáshoz kerülése, ez lesz ott a lényeg. Tehát, hogy ment szét az egység? Hát nyilván úgy, hogy megjelent a kétség. Tehát megjelent az az erő, ami egymásra buszította tulajdonképpen mindent. Tehát a mai élet, tehát ugye valaha minden az együttműködésről szólt, úgy, mint a természet. A természetben együttműködő rendszerek vannak.
akkor valaki belép volt ott ezt a ilyen folyamatos versenyt, ugye, hogy ma már mindenki mindenkivel versenyez, ugye? És a verseny az pontosan arról szól, hogy képtelenek legyenek együttműködni az összetartó felek. Tehát nézd meg, hogy milyen például generációk együttműködtek. Tehát az öregek átadták a tudásokat a fiataloknak, a fiatalok pedig bevonták az életükre az öregeket. Tehát mit tudom, hogy az öreg ült a sparrát előtt, és meg tudott fűtögetni, meg vigyázni a gyerekekre, akkor már egy hasznos tagja volt a családnak. Most meg az öreg a cuciális otthonban ül a gyereknek, meg veszik egy bébisintért, aki vigyáz rá. Tehát ez teljes nonsens dolgok, és ez semmi másról nem szól, csak a fogyasztásról. Tehát most a nemeket, a nemzedékeket, a nemeket is, hát nem tud együttműködni ma a férfi mellett. Rendesen egymásnak puszítják őket. Az a baj, hogy amikor mi egy filmet nézünk, vagy mit tudom én, látunk egy óriás plakátot, akkor az elraktározódik a tudatalattunkban, és ha elégszer vetítik be ezt a képet mondjuk egy filmben, vagy egy óriás plakáton, akkor az bevésődik az agyunkba, és ez egy maradandó mintam. És ezt sajnos a marketing szakemberek nagyon jól tudják, jelen pillanatban ők tudnak a legtöbbet az emberi agynak, az emberi elmének a viselkedéséről. Nem a pszichológusok, meg nem a papok, meg nem a mit tudom én még, hanem a marketing menedzserek. Egyetemek a marketinges főzói. Na most, ha bevetítik ezt az állandó versenyt, akkor az lesz, mint a mai világban, hogy a férfi meg a nő helyett egy egységként működne, mindenki a maga helyén, és a kettő együtt az háttásként viselkedne, ugye? A háttás, ezt ismerjétek, ez egy nagyon fontos dolog lenne az életben. Háttás, az egy ilyen szkíta ábra volt, hogy itt egymásnak hátukat vetve, ugye íjaztak ezek az emberkék, és akkor az volt a lényeg, hogy amíg én élek, a te hátad az védve van. Neked nem kell foglalkozni csak a céljaiddal, csak az előrevel, mert én védem a hátadat. Tehát gyakorlatilag a teremtő erőnek normális esetben, hogy a mai esetben a felét elveszítjük az, hogy állandóan védekezünk. És még családok belül is védekezünk. Most normális esetben ennek így kéne működnie. Ez az egység. Ez egy családi egység. És ez nem a versenyről szól, hogy nem arról szól, hogy egymásra tudósság kell a bankszámlájukat, hanem arról szól, hogy együtt teremtünk valamit. Én a teremtésnek ezzel a részével szeretnék foglalkozni, mondjuk az állatokkal, de foglalkozni a növényekkel. És nem kell versenyezni, mert nincs miért. A versenyről egy fontos dolgot érdemes tudni, hogy az állatvilágban, az élővilágban akkor jelenik meg a verseny, amikor energia hiány van. Tehát például elpusztul az alfa. És akkor egy nagyon rövid időre, amíg az alfaimet nem pótolják, addig bizony délre menő verseny van, sokszor el is pusztul a vesztes, de a legerősebb az kiegészíti a falkát, ugye újra van alfaim, és megy tovább a játék, és nincs tovább verseny. És nem így minél, hogy az egész életünkre verseny. Na, tehát tulajdonképpen most arról szeretnék beszélni egy kicsit, és tényleg kicsit, tehát én egy óra szerintem elmondom ezt, és majd szeretném, ha inkább kérdezzétek, mert biztos, hogy sok kérdés lesz, hogy lehetne újra, hogy működött régen ez a rendszer, és hogy lehetne újra működtetni ezt a rendszert. Na most, szerintetek mikor lép föl energiahiány, mondjuk egy családban? Egy emberi közösségben, mi az, hogy energiahiány, mitől lép föl? Mert a jelei egyértelműen a veszekedések, az álló enerváltság, nincs elő, merre, arra, marad, de mitől lép föl, mi az oka? Szeretetlenség, na és mitől van szeretetlenség? Mivel kéne indulni a szeretetnek? Ez kurva fontos, mert ezt megértitek, akkor látják, hogy mit lehet csinálni, ahhoz, hogy visszaállítkozunk. Kit kéne legjobban szeretni? Most itt vannak a gerbaszok. Pontosan itt vannak a gerbaszok. Eri, sokat hallott, hogy kicsi vagy fiam, milyen vagy fiam, el se értesz, nem vagy elég jó, láttátok ezt a Mindenki című filmet? Pont erről szólt, ezt nézzétek meg, nagyon érdemes, nagyon eltalált film. Pont erről szólt, hogy nem vagy elég jó. És
ezt hányszor halljuk és hol halljuk? Hát ez mit előtt az oktatásban? De már az óvodában. És innentől kezdve elkezd az ember idomulni ahhoz, hogy elég jónak tekintsék, hogy megbecsüljék, stb. Stb. Na most ez lenne a legfontosabb, hogy ezt kitegyük magunkból, hogy nem olyan kerüljük. Na most ez nem egy könnyű játék, mert jönnek fel a gyerekkori emlékek. Hadd kérdezem el, hogy ki hány éves koráig emlékszik a gyerekkorára. Van olyan, aki csak 6 éves kora után emlékszik? 5 éves? Jó. 4? 3? 2? 1? Olyan is van. Ki nem tette fel a kezét? Nem tudsz, hogy hány éves? Hát, 6-7. 6-7? Tudsz valamit a gyerekkorodról, hogy milyen volt? Igen. És kemény volt? Nem. Nem? Tehát nem volt semmi olyan, ami miatt lezártunk a gyerekkorodról. Jó. Az érdekes, mert általában akkor zárják le az emberek a gyerekkorukat, mert nem akarnak belenézni. Tehát valami olyan történt, amiről nem akarsz tudni pontosabban. Az elméd jobb, ha nem veszik. Úgyhogy nagyon sok ilyen van. Én sem emlékszem 6 éves korom előtt semmire. Én legalább tudom, hogy miért nem. Na, elég az hozzá, hogy ez a nem vagyok elég jó, ezt úgy lehetne kitenni, ha az ember meg tudná magát mérni. Nem tudom, hogy értitek el, de miről szól az ember gyerekkora? Minden kipróbál és mindenben megpróbálja lemérni magát. Igaz? Tehát fáramászástól a futáson át, mit tudom én, mennyit bírok, mit bírok. Na most egy normális szerves kultúrában, egy paraszti kultúrában ez még nem volt akadálya. Tehát egyrészt a gyerekek tényleg gyerekek voltak, tehát nem kis felnőtteket akartak belőle faragni. Gyerekek azok nem bírják, csak gyerekek. Tehát ezt valamilyen ma nem veszünk figyelembe. És próbáljuk felhozni őket a felnőtt szintjére. Tehát én nagyon megdöbbentem, egy elsős matematika könyve halmaz elméletet találtam. És ez azt hittem, hogy szó szerint nem látom, hogy nem létezik. És igen. A gyereknek kéne hagyni a gyerekkorát. A gyerek az egy dologgal tanul, ez a játék. A játékból is a legfontosabb játék a felnőtteknek az utánzása. Úgyhogy minden állatkölyök, nézzétek meg. És élvezi, és jelenben van, és ott bukfenceznek, verekszenek, stb. És boldogok pedig az életük múlik azon a tudásról, hogyha ezt nem tanulják meg rendesen, akkor ugye az életbe kikerülve elmozdulnak. Tehát a játék a leghatékonyabb megismerési módja a környezetünknek, és a leghatékonyabb tanulási mód. Ezt veszik el a gyerekeinktől. És tőlük is ezt vették el. És ahogy megyünk bele az időbe, a mi gyerekeinktől még jobban elvettük ezeket. Tehát az, hogy legúzzál meg valami ízét, odalakunk egy logikai játékot, hát attól nem biztos, hogy boldog lesz. Nincsenek közösségi játékaik, tehát a közösség az megint egy fontos dolog, mert ott élhet az igazi tudás. Tehát ez a baj, hogy egyszerűen soha nem próbáltuk ki azt, hogy ki vagyunk, mi vagyunk valójában. Nem tudom, hogy Mátrixot ivásokkal láttátok, ott egy visszatérő motivum, hogy az orákulum mindig mutogat a feliratra, hogy ismerd meg önmagad. Ez a kulcs. Tehát úgy tudunk visszatérni arra a pályára, ahol kisiklottunk, hogy elkezdjük magunkat megismerni. Most a megismeréssel következő baj, hogy annyira eltompultunk, hogy már nem figyelünk az érzéseinkre. Már nem is érezzük a dolgot. Tehát nézzétek meg, kimegy egy állat, vagy egy természetben élő állat, mindent ösztönösen megérez. Tehát ösztönösen megérzi a bajt, ugye, hát ez közismert, amikor itt jön egy szökőár, vagy jön egy földrengés, vagy jön egy bármi, akkor ugyebár elmenekülnek az állatok, mert ösztönösen érzik az energiákat. De ösztönösen azt is megérzik, hogy mit kell lenniük, mit nem kell lenniük. Ösztönösen azt is megérzik, hogyha kibillenek bármi miatt az egészségből, a teljességből, akkor milyen gyógynövet, milyen irányba induljanak ebben, nem csak gyógynövet.
mozgások vannak, nagyon sok minden van, ami gyújt. Földsugárzások, akkor olyan földsugárzásba fekszenek bele, stb. Stb. Mi ezeket mind érzékeljük, semmiben nem különbözünk egy állattól, egyben különbözünk, hogy ezeket az érzéseinket kinevelték belőle. Tehát, hogyha elbeszélgetek gyerekekkel, a gyerekek például látják még a mindenek tündéreket. Tehát amikor a mesékben úgy szerepelnek a tündérek, ezek olyan lények, akik egy-egy tájegységért felelnek. Vagy itt ma úgy mondják, hogy a tóvéli rendszerek, mondjuk a tó tündére. A tó tündére a tóért felel, a tóban levő élő lényekért, hínárokért, halakért, vízért, stb. Stb. Na most ezek a gyerekek, de vannak itt erdőknek, mezőknek, kis tájrészleteknek, akár egy-egy fának is, egy-egy ilyen terelés a fának is van ilyen tündére, és ezek a gyerekek még beszélnek vele. És ha ott a figyelünk, akkor elmondják. Elmondják azt, amit mi már nem mondjuk. Tehát az első lépcső az az lenne, hogy el kéne kezdeni tudatosodni, odafigyelni az érzéseinkre. Tehát például, amikor jönnek negatív érzések, akkor el kéne kezdeni odafigyelni, hogy honnan jönnek. Miből ered? Miért tud lehúzni engemet? Tehát hihetetlen sok negatív érzés van ma, és erre sajnos rájátszanak. Szóval ezek nem a semmiből jönnek, hanem az, hogy bekapcsolod a rádiót, és vagy a tévét, és már nézd le, mert jönnek a migráncsok, jönnek a politikusoknak a hülyeségei, jön a folyamatos félelem. És ma gyakorlatilag akárhova néz, tehát bármelyik részét érinted a hatalomnak, mindent a félelemről szólt. Az egészségügy, a rendőrség, tehát minden az, amit valaha magunknak hoztunk létre, és közösségi megrendelésre készült, az most mind ellenünk fordult. Na most én azt nem látom megoldásnak, hogy most kezdjünk el halakozni ilyen, tehát figyeljétek el, egy jégvilág, ilyen iszonyú jégszörnyekkel. Amik mind kicsorognak, nagy fogunk van, hosszú karmunk, ilyenkor nem az a megoldás, hogy jégcsákányjal elkezdem kaszabolni, hanem az, hogy elkezdem melegíteni a világot. Nincs más megoldás. Akkor szépen majd el fog oldani egyszer az egész. Az a baj, hogy mindenkivel, egyébként azért mondom, mert nekem is ez volt a múltam, én is állandóan küzdeni akartam. Ne ítsük meg Magyarországot. Így nem lehet meg. Harccal semmit nem lehet megmenteni. Úgy lehet megmenteni, hogy az ember átfordul, és az a minta, amit az átfordulást létrehoz, ez elkezd, mint amikor beledobsz egy követ a tóba, és elkezdek a hulláma szépen egyre távolni, és egyre nagyobb területen hatni. Tehát ez az egyetlen megoldás. Én arra szeretnék mai előadáson egy példát hozni, hogy valahogy működött ez a rendszer, és hogy lehetne ezt helyreállítani. Most ehhez annyit kell tudni, hogy régen mindennek az alapegysége az a család volt. Most a család az három nem és három definíció. Vagy három nem és három nemzedék. Tehát ez a definíció. Tehát ez a nem család. Tehát ma gyakorlatilag csóka családok vannak jó esetben. Tehát ugye a három nem a férfi, a nő, a gyerek, és a három nemzedéknek együtt kell élnie. Az öregek, ugye az a generáció, aki a gyermekesek és a gyermekek. És ezek együtt tudnak valamit csinálni. Most régen a társadalomnak ez volt az alapegysége, mert ez az, ami önreprodukáló. Tehát se a férfi, se a nő, se a kis család nem igazából önreprodukáló. A kis családban például azért nem reprodukáló, mert ezek a hosszú távú minták, például az erkölcs, például az istenét. Azok nem tudnak átmenni, mert ezeket az öregek tudják csak átadni. És az öregeknek most éppen szociális otthonban ülnek, hogyha nem, akkor győzik esőt nézik, és alkalmatlanok azok a kedvesben. Na, tehát ez volt vala az alapegység. Ezeket hívták eredendően falunak. Tehát a falu az régen annyit jelentett, hogy ilyen sövény fallal választották el az állatokat egymástól. Tehát ez volt egy falu. Tehát 10 ilyen falu, tehát 10 nagy család alkotott gyakorlatilag egy mai értelembe vett falu. Most csak hármasával rajzolom őket. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából
Tehát ugye Szent Istvánnak az a rendelet, hogy a 10 falu építse egy templomot, ez arról szólt, hogy, hogy igen, ez a 10 család, 10 nagy család, az építse meg egy templomot. Ez a 10 nagy család volt egy-egy falu. Na most nagyjából 10 falu alkotott egy járást, ez egy nagyobb egység. Járás, hát ezek ilyen 7, tehát nem kell ezt a 10-et ennyire komolyan venni, ez egy ilyen középszám, de ez ilyen 7-12 körül. Mozogtak. Ezek alkották a járásokat. 10 járás alkotott egy megyét, és elnézést, kerületet, tehát volt egy felújtelő egység, és 10 ilyen kerület alkotott egy megyét. Tehát látjátok, hogy gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint a fáknak a gyökérzete, ugye? Stb. 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 És így ment egyre följebb ez a rendszer. Még a legtetején is volt egy érdekes létesítmény, vagy nem is tudom, minek nevezem, szervezet. Ez volt az úgynevezett országügyi gruszág. Tehát ez ilyen nagyjából 10 vármegyéig valami volt egy ország. És mit tudom, de ezeket úgy képzeljétek, egy Gömörország, Sózország, Zalaország, tehát ezek ilyen nagyon valami voltak. És tulajdonképpen az uruszágok alkották a Szent Koronát. Na most az uruszágok, tehát mindegyiknek volt egy ember, aki vezette. Ez egy érdekes dolog volt, mert ez tulajdonképpen nem vezető volt. Inkább azt mondanám, hogy képviselő, mint az állatvilágban is. Most döntsd el, hogy az alfahím az vezeti a falkát, vagy képviselő a falkát. Mert tulajdonképpen a falkának az összes sített érdekrendszerét képviseli. Tehát ez nem ilyen urak voltak, tehát nem diktátorok voltak, hanem olyan emberek, akik a közösségnek az érdekeit képviselték, fogalmasítottak tulajdonképpen. Tehát, és így nézett ki ez a rendszer, hogy volt a falunak egy bírója, volt egy járásbíró, volt egy ilyen bíró, olyan bíró. Na most a lényeg ennek az egésznek, és ez nagyon fontos, hogy minden egyes közösség maga válassza meg a képviselőjét vagy vezetőjét. Maga válassza meg. Tehát nincs ilyen, mint azóta minden rendszerben, teljesen mindegy, hogy milyen régre megyünk vissza, akár a korra középkorra, hogy fölülről odaraknak egy egyetemist. Aki nem is ismeri a rendszert, nem tagja a rendszernek, és ekkor jönnek ezek a betartatlan rendeletek, amik a mai világban vannak. Na most ezt a rendszert úgy képzeljétek el, hogy régen ezeket az uruszágokat egy-egy ilyen főúr vezette, mint mondjuk Abasámuel, vagy mondjuk Csák Márté, vagy stb. Tehát ezek királyi szintű emberek voltak, és felettük volt ugye a király. Na most, tehát milyennek a rendszernek a lényege, alulról szerveződő, és bármikor visszajutható bárki belőle. És itt jön a lényeg. Ha bármikor visszajutható bárki, akkor ez egy élő rendszer. Tehát nem csak, hogy mindig a legjobb kerül, tehát mindig a legjobb kerül felőle. Tehát abban a pillanatban, hogy kiderül, hogy van a jónál egy négy jobb, akkor az kerül. Tehát, hogyha ezt a rendszert nézed, akkor előbb-utóbb a hatalom csúcsára a létező legjobb ember kerül. És ez bizonyíthatóan az Árpádok koráig működött. Tehát gondoljatok arra, hogy ugye Árpádot a 7 vezér, azaz a 7 legfontosabb ilyen uralkodó, egy uruszágnak az uralkodója a mai értelemben, tehát a 7 vezér, a 7 törzs vezére, az pajzsára emelte. Tehát amikor pajzsodra emelsz valakit, akkor magad fölé emeled azt az illetőt. És ez volt a lényege. És Árpádnál volt ez utoljára, és ott működött utoljára ugye az ország, ha még emlékeztek rá, Pozsonyi csata. Tehát felborult a Duna két partján, na hát először is mi volt a gebasz? Az volt a gebasz, hogy akkor már egy hűbéres rendszer volt Európában. Tehát a római birodalom maradványai létrejött egy ilyen hűbéres, félig rabszolgatartó, félig
Tehát ilyen teljesen elfuserált rendszer. Erről annyit kell tudni, hogy van egy, kiadtam a millenárisra egy ilyen emlékkönyvet, az a címe, hogy Glóriás Árpádok. És összegyűjtötték az akkori világnak, tehát a honfoglalás kori krónikákat, a német-római birodalomból, mindenhonnan, amit elértek, még arab krónikák is voltak benne. És ebben leírják azokat az állapotokat, amikor a honfoglalás megtörtént. És olyan állapotokat írnak le, hogy ilyen egymással folyamatosan háborúzó hercegségek, ilyen kis tyúkudvarnyi hercegségek állandóan folyamatosan háborúztak, de több száz évekig. Tehát ez nem az volt, hogy akkor most mit tudom, hogy nagy csatorás az kivépülünk, hanem több száz évig folyamatos háború volt. A háború az általában úgy nézett ki, hogy legyilkolták egymás parasztjait, meg megpróbálták megsemmisíteni azt, amiből a másik élt. Na most emiatt olyan éhínségek voltak az akkori Európában, hogy egymást tették az emberek. És ezt leírják a krónikák. Leírnak egy olyan esetet, hogy azt hiszem, hogy Áhen főterén elkaptak valakit, hogy a piacon emberhúst árusít. Hogy felkoncolták és megették. Ez le van írva a krónikájában. Ezek azért durva dolgok, mert tehát ez a kisebb rendőrségi érzés, ami folyamatosan tologat minket, hogy zárkózzunk föl. Hova? Nem érzedjétek, hogy ma más Európa, vagy ma jobb Európa, mint mi. Csak ez állandóan bennünk van, ez a kisebb rendőrség, ez a nem vagyok elég jó, amiről beszéltünk az elején. És ez túl minket. Na elég az hozzá, hogy ez az Európa, ugye amikor bejött a honfoglaló magyarság, és elfoglalta ugye a Kárpát-medencét, ahol megint csak magyarság ért. Pont a palócok is egy maradványoknak a valamikori magyarok, úgy, mint ahogy a székely. Gondoljátok el, hogy ez Európát nagyon zavarta. Azért zavarta, mert veszélyeztette azt az egész rendszert, amit kiépítettek odáig. Tehát az a hűbéres, felfele pumpálva a pénzt alulra taposok típusú rendszer, ez egy természettel együtt élő és egymásra együttműködő rendszer volt, amit a magyarok hoztak. Ez a fajta tizedes rendszer. Tehát gondold el, hogy hogy éli meg ezt egy földes úr, mondjuk egy nyugati földes úr, hogy ezek a magyarok saját maguk választják meg a vezetőjüket. Ezek a magyarok bármikor visszahívhatják a vezetőjüket. Tehát ez egy nagyon komoly veszély volt, és ezt felismerték, hogy ők sem voltak hülyék, és kiadtak egy pápai bundát, hogy már pedig magyaroknak ki kell írni a Európából. Le van írva a mai napig tanulmányozható. Pápai rendelet, tehát elindul egy keresztes sereg a szeretet nevében. Három sereg indul el, az egyik a Dunán, a másik a Duna két oldalán, és tehát hajóvadak is voltak, és szépen nyomultak lefelé. És hát Árpád a pozsonyi csatában megállítja ezt, kb. Ötszörösnek feltételezik ezt a túlerőt, ami azért nem kicsi, főleg Nyíltelepen. És ezt az ötszörös túlerőt olyan módon semmisíti meg, hogy évszázadokig senki nem meri megtámadni a Kárpát-medencét nyugatról. Tehát ez egy elég nyugatról. Na most itt látszik, hogy mit jelent az, hogyha a legjobb kerül vezető pozícióba. Utána történik egy nagyon érdekes fordulat, én nem tudom, hogy hol, megmondom őszintén, annyira nem is érdekel. De innentől kezdve megszűnik ez a alulról választás és visszahívhatóság, és helyette megjelenik egy dinasztia. Ez az Árpád ház. Én nem mondok róluk semmit, de ott látványosan egy rendszer megtört. Tehát onnantól kezdve már a király meg visszahívható. Nem ez volt a király, ez volt a király. Még egy nagyon érdekes valami volt, ez Károly Róbert, hát ott többször ilyen elég érdekes figurák voltak, ez az Orsza, Oló Péter, majd ezeknek érdemes mégis meg is fossza a nemzet, lemondatja a nemzet a királyságot. Tehát azért látszik, hogy még működik ez a rendszer, hogy visszahívható a király, csak már egy kis nyomást kell hozzá. De az igaz hozzá, hogy Károly Róbert
lefejezi ezeket a figurakat. Tehát van, aki ténylegesen ki is végez, de az a lényeg, hogy onnantól kezdve már ezeket is a király nevezik ki. És utána szépen lassan egyre lejjebb száll ez a rendszer. Egyre lejjebb száll, és egyre inkább beleugatja a központi hatalom mindenkinek az életébe. És a végére ugye a kommunizmus alatt szétverik a nagy családokat. Tehát a kommunizmus tulajdonképpen arra volt jó, hogy nekiálltak, elmentek a férfiak Sztálinvárost építeni, ott maradtak a nők a 8 gyerekkel, szétborultak a családok, tehát ez egy katasztrofális, családok szempontjából ez egy katasztrofális helyzet volt, az, hogy elvették mindenüket, tehát a családnak azért nagyon fontos, hogy ez egy gazdasági egység, ez egy védelmi egység, ez egy szakrális egység. Itt megsemmisült, a vallást az gyakorlatilag letiltották, védelemre szó sem lehetett az álló korszakában, és a gazdasági egységben onnantól kezdve megszűnt, hogy nem volt gazdaság. Tehát ez volt az utolsó előtti lépcső, és az utolsó lépcső az most van, amikor a kis családokat is, tehát beférkőztek a kis családok. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy mit tudom, pár száz évvel ezelőtt még a család életében nem szóltak bele. Tehát olyan a Verdőci hármas könyvben az van, hogy a család a jogarany, nem egy ember. Tehát ha itt jön, hogy Gipsz Jakab megöli Kovács Pistit, akkor a Gipsz család és a Kovács család között történik egy konfliktus. Tehát a családoknak kell, családok felelnek érte, családfőket hallgatják meg, és a családok rendezik le. A cigányok már mai napig megvennék, mert ott az van, hogy nem azt fogják leültetni, aki mondjuk a Kovács Pistit megölte, hanem azt, akire a legkevesebb szüksége van idézőjelben a közösségnek. És akkor leül, és akkor a másik egy kárpótolja azt, hogy 20-30 év volt. Na, és most tartunk ott, hogy a hatalom beleszól abba, hogy mindenbe beleszól, hogy hol szüljem a gyerekemet, iskolai oktatásba kell vinni a gyerekeket. Gondoljátok, hogy 3 éves kortól kötelező az oktatás. 3 éves 7 éves korig el se szabadna mozdítani egy gyereket az anyjáról. És 3 éves kortól szabályosan lefejtik a gyereket az anyjáról. És ez a kezdet lesz, ez még kötelező bölcsödés. És mire hivatkozva? Arra, hogy nekünk kezdjünk. Tehát mindig a mi érdekeinkre hivatkoznak. A mi érdekünkben vezetik be a kötelező védőoltásokat. Én nem mondok se pró, se kontra, tehát engem nem érdekel, milyen az egészségügyi hatása, egyébként katasztrofális, nézzetek utána, majd nézzetek utána. De engem az érdekel, hogy honnan van joga a hatalomnak beleugatni az életembe, a családom életébe. Tehát most kaptam éppen egy felszólítást, hogy 8 napon belül oltassam be a gyerekemet különben, akkor jön ez a hihetetlen félelem tömeg, amit mondtam. Akkor visszaírtam egy udvarias levelet, hogy szerintem az Isten nem barkácsolt. Tehát meg tudja csinálni úgy ezt a bőrkabátot, hogy ezt nekem a udvarra csinálni, hogy úgy, ahogy van működik. Akkor elküldtem, meg meglátjuk, hogy mit szólnak rá, illetve még egyet küldtem. Nagyon udvarias voltam, és nagyon segítőkész. És azt mondtam, hogy természetesen együtt működök a hatósággal, beoltatom a gyermekemet, amennyiben egy ember, tehát nem egy hatóság, nem egy egyesület, meg nem a hatalom, hanem egy ember vállalja a teljes erkölcsi és anyai felelősséget, hogyha oltási baleset történik, vagy súlyos oltási szövetség. Na erre kíváncsi vagyok, hogy lesz az ember. Na mindegy, ezt csak azért mondom, mert most arra értük el azt, hogy gyakorlatilag az egyénig zúzták szét, ezt az élő szövedéket. És az egyénik, ez olyannyira működik, hogy hát azt tudjátok, hogy mivel már évig jövőjött a szintű alkotelteket, és ez biztos, hogy egy-két évvel ide jött. Tehát olyan életmódra készülnek, ahol eleve szintű vagy, eleve nem főzöl magadnak, eleve nincsenek gyerekeik, nincsenek vendégeik, néha megdugnak, tehát egy franciát azért legyen benne, de körülbelül ennyi a szolgáltatás a lakásnak. És erre tudatosan készül. Tehát itt tartunk most, illetve
illetve hát látjátok, hogy hol tartunk, már meg se kérdőjelezik az emberek, hogy mit csinál velük a hatalom. Tehát mi még azért az én generációnak még nem volt gyerekülése, nem bukós is, hogy a bicikléztünk meg ilyen. Tehát ezek számomra annyira abszolút dolgok voltak. És fölöltünk. És egészségesebben, mint a rába következő bukós is, hogy generáció, ezt higgyétek el. Az a baj, hogy valami olyan szinten nem merjük rábízni magunkat az ösztöneinkre, az érzéseinkre. Tehát például nézzétek meg, amikor az anya elvangászik a gyerekorvoshoz egy 37 fokos lázzal. Érted? Akkor egyszerűen arról van szó, hogy nem meri rábízni magát az anyai ösztöneinkre. Pedig azok érzik, hogy tényleg baj van, vagy pedig egy kutyaközönséges szintlépés van, mert a gyerekbetegségeknek azért megvan a szerepe, hogy azok bizonyos a szellemi-lelki fejlődésben is nagyon sokat játszanak. Főleg amik ilyen komoly betegségek, hogy magas lázra járnak, hát ez a félig öntudatlan állapot, ez hihetetlen, ez egy ilyen nagyon mély meditáció. És ez is rögtön, hogy a kanyarul, amikor úgy állítanak belőtt, hogyha mindenki beledöglene, hát én is voltam kanyaros, meg szerintem, mint az idősebbek közül szinte mindenki volt kanyaros. Két hétig nem mentünk iskolába, örültünk még majd a farkának, pár napig lázasok volt, hogy ezt elmúlt. Ez ennyi. Tehát ez olyan, hogy ma minden katasztrófának állítanak, hogy havazik. Katasztrófa minden bejelent, hogy havazik. Hát baszki, hát télen ez van. Érted? És ilyen, havazik. Érted? Tehát tudatosan rájátszott a saját lustaságunkra és gyávaságunkra. És ezzel jutottunk el abba az állapotba, hogy gyakorlatilag az összes jogunkat elvették. Tehát kb. Annyi ma a jogunk, hogy elmutatjuk, hogy milyen színű kocsit veszünk. Használtak. Ugye? Tehát kb. Ennyi jogunk van. Ahhoz képest, hogy valaha minden jogunk meg volt. Na most, akkor kezdjük el újraépíteni az életet. Tehát most úgy képzeld, hogy az összes golyó itt hever a tábla alján, és gyakorlatilag az összes hatalmat elvonták. Tehát úgy, hogy egyre mélyebben és mélyebben. Tehát először elvonták a vármegyét, jó, hát ez kitérdekel, ez jó magasan. Utána elvonták a járásoktól, mennyi szüntették a járásokat. Tehát szépen lassan lefontották ezt az egészet. Szabályosan elvonták az életterünket. Na most az a kérdés, hogy most mit lehetne csinálni. Na most erre nagyon jó példát mutat az első csöpeknek az esete. Hát ugye itt a tenger, innen fölszállt, fölemeli a pára, és sok száz vagy sok ezer kilométerre lehullanak ezek az első csöpek. Na most az első csöpeknek egyetlen egy vágyuk van, ugye jussanak vissza a tengerbe. De erre sok ezer kilométerre a forrásútól tengertől gyakorlatilag semmiféle esélyük nincsen. És mégis a belső parancsokat követve elindulnak az első csepegek. A belső parancs az azt jelenti, hogy amerre a gravitáció mutatja nekik az utat, hogy merre van lefelé, indulnak. És emiatt, mert elindulnak, és nem ülnek és önmegvalósítanak, azért mindegyik meg fogja találni a többit. Ez egyetlen egy dolog kell, és itt kialakulnak kis közösségek. Nézd csak, ez egy vízgyűjtő terület. Erről mondjuk elindul egy erecske. Erről a két vízgyűjtőről már összefolyik egy patakká. Itt még egy vízgyűjtő összefolyik vele, meg még egy, összefolynak már a patakok folyókká. Értitek? És akkor majd a folyók is össze fognak folyni folyammal, és együtt elérik a tenger. Na most, ez, amit a természet mutat, ez úgynevezett fa-típusú fraktál. Fa-típusú fraktál. Mindenhol ezt osztálja a természet, ahogy gyűjt valamit. Tehát így néz ki a tüdőd, ahogy nagy felület a oxigént kell gyűjteni, meg kibocsájtani a széndioxidot. Így néz ki az érrendszered, ahol el kell juttatni a friss táplálékot, minden, meg az oxigén minden sejtőd, egy másik rendszerrel meg be kell gyűjteni. Így néz ki a felszíni vízhálózat, így néz ki a fa, ahol a napfényt kell összegyűjteni, ugye?
Tehát minden ilyen gyűjtőszerkezet, ami természetes, az gyűlik a világban. Akkor ez az egyetlen út van az emberi gyűjtőszer. Tehát, hogy egy emberi társadalmat felépítsünk, azt is ezen az egy módon lehet csinálni. És tényleg így van, ez az úgynevezett tizedes rendszer. Azonban egyet még nézzük meg, miért kell ennek létrejönnie. Nézzétek csak, tehát a fa, így néz ki egy fa. Tehát vannak ágyai, az ágyai finomabb ágak, még finomabb ágak, még finomabb ágak, stb. Stb. Na most hogy néz ez ki, ennek az ágy, fának hogy néz ki az árnyéka? Úgy néz ki az árnyéka, hogy van az egyes ágoknak az árnyéka, azon belül is vannak árnyékok, értitek? Tehát a lefedettség felülről nézve. Tehát így néz ki, hogy ezek a kisebb ágak, ezek a nagyobb ágak, a végnagyobb ágak, tehát területileg is lefednek valamit. És ez, ha megnézitek, az ország is így nézett ki, tehát nézzétek, csak felülről meg úgy nézett ki, hogy itt volt a falvaknak a határa, itt volt a járásoknak a határa, itt volt a megyéknek a határa. Tehát ugyanez a rendszer, ez miért fontos? Azért, mert ezek a közösségek azért jöttek létre, hogy egy területet működtessék. Tehát a teremtésnek egy szegletét működtessék. Az ember, egy család, az körülbelül, ja, hát először is egy ember a semmit nem tud működtetni. Tehát ilyen régiesen volt. Ezek az emberek, ezek általában elmentek, vagy kultusnak, vagy vándornak, vagy valaki, akik képtelenek voltak, vagy remetének, vagy hogy hívják, hogy szerzőteseknek, akik képtelenek voltak közösségben. Egy család az nagyjából kényelmesen elműködteti egy hektárt, ami a feneke alatt van, és majd az állatai négy pár hektárt be tudnak folyogni. Tehát Magyarországon jelentően ilyen 5 hektár körül volt egy tanya. Tehát egy tanyán általában egy nagy család élt, valamint azok a szegény rokonok, férjhez nem ment, mit tudom én, az elején maradt, csak többi ember ki, és ezeket ilyen 20-30 vagy 20-25 fős közösség, ezek adtak ki egy tanyán. Most ezeket 5 hektár, ez volt az átlagos tanyavérek Magyarországon, 5 hektár. Ebben már benne voltak a nagy állatok. Na most, ha nincsenek nagy állatok, akkor erre elég 1 hektár. Tehát a nagy állat az hihetetlen mennyiségű földet elvesz. Tehát ugye úgy szokás számolni, hogy egy számos állat, tehát egy jó marha, stb. Az 1 hektár, egyelőtt. Tehát ugye régen volt itt egy pár öklünk, meg volt egy lobok, az kapálta 3 hektár. Ilyen járt. Na, tehát ők tudtak remek jó működtetni még egy kisebb legelőt és egy kertet. Na most, ha ennél nagyobb egységet kellett működtetni, mint egy erdőt, az már kevés egy család. Tehát ezek már mindig közösségi tulajdonban voltak, az erdőgyilkosság, legelőgyilkosság, ez már közösségi tulajdon volt. Ha még nagyobb dolgot, tehát ez mondjuk már egy falu közösség volt, ha még nagyobb léptékű dolgot kellett működtetni, mondjuk egy fokot, tehát vízellátás, fok, stb., ahhoz már egy ilyen jó pár járás kellett, vagy akár egy megyéni terület, vagy ember is kellett. Na most még egy érdekes dolog van, ha a legelőt elrontod, az körülbelül egy-két ember öltön belül vissza tudod állítani. Ha egy erdőt elrontasz, az már több száz év. És volt egy olyan fékező a rendszerben, hogy addig, tehát olyan léptékű közösség működtetett egy természeti egységet, aminek az emlékezete vissza tud nyúlni odáig, amíg helyreáll egy egység. Magyarul volt egy negatív visszacsapás a rendszerben, hogyha egy család még elrontotta a legelőjét, egy család memóriája ez pár száz év volt, akkor emlékezett rá, hogy húha, hát itt elrontottuk a legelőt és adta tovább az információt. Ha egy család belenyúlt volna mondjuk egy erdőbe, aminek minimum 1000 év az időtávlata, de inkább több 1000 év, az már nem emlékezett volna rá, mit tartott el. Tehát egy közösség csak annyit, addig nyúlhatott bele a teremtésbe, amíg visszalátott időbe. Tehát ez is egy ilyen korlát volt.
Tehát mondjuk egy foggazdálkodás is már egy nagyon nagy értékű rendszer. Tehát ezeket azért mondom, hogy figyelembe kell venni, és közösséget csak területi elven lehet létrehozni. Nem, tehát ez a Facebook közösség, ez higgyétek, hogy nem fog működni. Nagyon jó elindítani egy információkat szétszórni, de a működéshez már nem elég. Na, nézzük meg, hogy lehet működtetni egy ilyen rendszert. Úgy néz ki ez a tizedes rendszer. Egyszerűen úgy, hogy 10 ember választ egy tizedest. 10 tizedes választ egy századost. 10 százados választ egy ezredest. Stb. Tehát megy följebb a rendszer, többi pár csak rajzolom, hogy vannak még tízezredesek. Ez volt régen egy tömény, egy tumen. Vannak a százredesek, és vannak a milliósok. Na most nézzétek meg a következőt. Ha bárki információt akar eljutatni a legfelsőbb szervig, akkor van egy, kettő, három, négy, öt, hat lépcső. És ugye ez van lefele. Tehát, hogyha bármilyen végrehajtási utasítás megy lefele, akkor megint csak hat lépcső, mert bárkit elér a király az országba, vagy a vezető az országba. Van egy folyamatos öntisztulása a rendszernek, ez pedig a visszaíthatóságból alakul. Abból, hogy minden vezető visszaítható. Na most ezt a rendszert, ha ma megcsinálnánk, elég lenne idáig megcsinálni azt, hogy a politikát lebontsa. Tehát egy szavazó körzet, azért azt hiszem, hogy 4000 ember körül van Magyarországon. Ekkorák a szavazó körzetben. Tehát ez azt jelenti, hogy pár ezredes, bármelyik szavazó körzetben eldöntheti, hogy mi lenne a sorsa. Mi legyen a sorsa. És ez egyszerűen kiszorítaná a politikát. Nem kéne vitatkozni a politikusokkal, meg véghallgatni az ígérgetéseit, hanem hogyha mondjuk van egy falu, ami 4000 fős, akkor elég az hozzá, hogy a falu fele megszerveződik, fele. Egyébként annyi se kell, mert kritikus tömegeni jóval kevesebb, de ez azt jelenti, hogy már van 2000-es, ami 2000 ember képvisel, és egy nagyon hatulás nézitek, csak századok, vagy tizedek századok, ezredek. Ez a harmadik lépcsőfok. Akkor gyakorlatilag egy pillanat alatt le lehet állítani a politikát és a politikusokat. És onnantól kezdve teljelősz magadnak a gyermeket. Na most itt kell berakni egy féket a rendszerbe, ugyanis itt lehet nagyon elkúrni a dolgokat, ahogy Gyurcsán testvér mondta. Mert ma a hatalomhoz juttatná valakit, akkor a hibás tudásuk miatt minél több aszfaltos utat ígérne, minél több csatornát ígérne, minél több korádat ígérne, és minél több olyan dolgot is ígérne, ami gyakorlatilag a mai világban ellen van. Mondok egy példát. Mert mondjuk én leszek az új Gyurcsán, és közbiztonságot fogok ígérni. Létrehozunk egy védelmet elkeresztett borzadást, ami mondjuk kerüljön 10 milliárd, azt hiszem, hogy a körül volt az ára, ami egy Trafipax rendszer összekötve, betoltozva, bekamerába húzva, stb. Most 10 milliárd forintot osszatok már szét az azt hiszem, hogy 2 millió kocsi között. Tehát aki aktívan fut a közlekedésben. Írtatlan számú jönnek egy büntetésként, ugye, és ezt nekik kell kifizetni. Na most, ha megépítenek, tehát hogy lássatok, hogy miről szól ez a dolog. Belehajszolnak minket rollatánk, ahogy a Cseh Tamás mondta annak idején. Tehát elmondtam már sokszor, hogy azóta vannak vérnyomás problémák, amióta vérnyomás mérők vannak. Na most ugye ez vonatkozik minden diagnosztikai eszközre. Tehát amikor itt 1 milliárd forintért építenek egy MRT, CT, stb. Tehát csinálnak egy ilyen képdiagnosztikai központot, akkor az azt fogja jelenteni, hogy azokat a gyufafejnyi daganatokat is felfedezik, amit azelőtt nem, és azelőtti szervezetet megoldotta. Vagy nagy probléma lett,
belőle, ez volt a ritkább eset, és akkor már akár kézzel is meg lehetett tapogatni, hát ez a, azt nem tudom, melyre tudjátok, a ráknak a régi neve az a fele volt. A fészkes fele, az pedig már egy olyan méretű daganat, ami már átjut a bőrön, ugye, és levedzik, és fészke van, ez volt a fészkes fele. Na most érdekes volt, hogy a régi világban nem volt halálos. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy nekem a nagyanyámnak volt még egy ilyen háztartási füzet, amiben le volt jövő, hogy hogy kell ez is tud cidolózni, meg hogy kell hangyát írtani, meg volt egy ilyen gyógyító rész, egy ilyen, mint egy pár, talán ilyen 40-50 oldal, mit kell torongyikkal csinálni, tüdőgyulladásra, stb. És ott a fedélő is volt egy oldal, hogy mit kell csinálni. És ezek azért érdekesek, mert mindig elmondják nekünk, hogy milyen fontos az egészségügy, milyen fontos az oltás, milyen fontos a kötelező oktatás. És mindig elmondják, hogy mennyit segített, és hogy mennyire egészségesek vagyunk. Ez nem igaz. Nézzetek utána, én a gyerekhaladóságnak néztem utána, mert én nem akartam elhinni, hogy olyan nagy volt, mint amit állítottak. Ugye, hogy mert itt a Semmelweis a gyerekek atya vagy anyja, vagy nem tudom, minek nevezték, ugye meg a kézmosás. Most valahol az a nője az egészben, gyimesi bábákkal beszélgettem, egy pár évvel ezelőtt elésnek élt gyimesbe bába, és hát nem tudom, mit tudtok gyerekről, hogy gyimesről közül ilyen 10 fölötti gyerekszám volt a jellemző. És minden, tehát a legtöbb családban egyáltalán nem halt meg senki, vagy jóval később. Már ilyen 10 éves körülként, és ilyen maximum egy gyerek halt meg a családban szülés közben. Tehát tudom, még egyszer mondom, ez 10-ből. Tehát lehetne egy statisztikát csinálni nyugodtan. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy akinek nincs szüksége ezekre a rendszerekre, az ne használja. Persze, használja van, akkor érdemes használni, de ne legyenek ezek kötelező dolgok. Se az oltás, se az egészségügy, se a szűrés, se a mammográfia, se semmi. Ez mind a félelmeink legyen. És valahol majd el kell kezdeni azt mondani a hatalomnak, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy megőrizted a jogainkat. Köszönöm, hogy az igazság, meg képviseld az érdekeinket, és amíg hülye voltam és lusta, ezeket átvetted tőlem, de már felébred. Köszönöm, hogy megőrizted, kérem vissza. És nem durván, meg nem költenőzve, de úgy, hogy a hatalom megérezze azért, hogy ez nem egy papírtűzés. És ezzel minden ezt kéne csinálni. Na, tehát ez a rendszer, ez egy önműködő rendszer, de ki kell egészíteni egy másik rendszerre. Ez egy nagyon jó képviselt rendszer, de mit képviseljenek? Mi az, ami tényleg az emberek érdekét képvisel? Most itt jön be egy másik rendszer, az, hogy mindig voltak olyan emberek, akik egy kicsit előrébb láttak, tovább láttak, mint a többiek. Ezek voltak a pártosok, a varázsok, a mit tudom, hogy több mindegyiknek nevezik őket, és minden természetes rendszer azt egy páros irányította, a törzsfőnök vagy varázsok, törzsfőnök és varázsok, vagy Kende és Gyula, vagy Buda és Attila. Tehát volt egy olyan, aki letapogatta az utat, és volt egy másik, aki ténylegesen vezette rajta az embereket. Na most ez a két rendszer együtt működik, úgyhogy ebben a két emberbe valósul meg ez a rendszer, az a tökéletes vezetés. Tehát ez gyakorlatilag, nézzétek csak, tehát itt van a fának a gyökérzete, ennek mi a dolga? Az, hogy pumpálja föl a rendezetlen energiát. És van egy másik rendszer, tehát ez is egy ilyen fraktál, egy fafraktál. Van egy közlekedési rendszer a kettő között, és van egy másik rendszer, aminek az a feladata, hogy adja az energiát ehhez, és a rendező elvet. Értitek? Tehát igen, meg kell csinálni a tizedes rendszert. Nagyon fontos, és nagyon sűrűsen meg kéne csinálni, és meg kell csinálni ezt a másik rendszert is,
amiben meg olyan képességű emberek vannak, lakóhelytől függetlenül, akik valamilyen szinten érzik lett a kivetőleg, stb. Jövőt. És ez a két rendszer, ez egy ember párba kell realizálódjon, ami a Törzsőnök és a Varázslónak, a Kende és a Gyula, a Buda és az Attila. Tehát egy szakrális vezető és egy taktikai vezető. Tehát körülbelül így kéne működni egy rendszernek, és ennek minden faluban működni kell. Tehát minden kis egységben is meg kell lennie ennek. De ez egy teljesen más rendszer, tehát a tizedes rendszertől teljesen független rendszer. Ez egy jóval ritkább rendszer egyébként, mint a tizedes rendszer. Na, én körülbelül ennyit akartam így első lépcsőben elmondani. Inkább kérdezzetek, és abban az irányban menjünk tovább. Ami érdekel. Letagóztam a társaságot, de nem egy bolyogott párcsi. Nekem az utolsó képben most az jelentkezik, hogy a falu kormánya rész, ott ülnek a politikusok a mai életünkben. Nem, ez az durva. Ma teljesen máshogy működik ez a rendszer. Ma úgy működik ez a rendszer, hogy piramis. Piramis az kövekből épül, minden egyes kő egyforma. Tehát tök mindegy, tehát teljesen mindegy, hogy ki van és hol van. Majd ki a politikusok közben minden értelem. Tehát elismered meg a politikus, de egyetlen ember, akkor minden ezért. Ha kell, akkor bányászatből, ha kell, akkor repülőgép, tehát bármilyen gyárt elvezet, szakmai vagy minden, nézzük meg. Onnan rakod a, mit tudom én, a valamelyik világmagnak a izére, akkor ott álljon el a helyét, ha oda rakott vivajmasztárt a tisztelnöknek, akkor ott áll, pedig a politikusokra. Most ez a piramis elmélet van. A piramis az egyforma cserélmegélelnek volt áll. Ez nem, mert mindenkinek a helyére kell mennie benne. Helyére. És ha a helyén van valaki, akkor érzi magát boldognak. Tehát ma pontosan ezért nem működik a világon, senki nincs a helyén. Mindenki körülbelül látja, hogy a lelkesedés az mifelé vinné. Tehát milyen lelkesednek? Hát a gyereknek az a lényeg, azt tapogatja le a világból, hogy milyen mi lelkesítőt. Mi mikor lelkesedtünk utoljára, hogy miért? De itt kezdődnek a dolgok, mert láttam az ifjú padavánokat, hogy mekkora buli volt és hogy idén, de ezek ilyen rövid távúak, érted? És a lelkesedés, amikor valami évekig csinálsz, és mondjuk nem a szeretkezés, hanem valami, az is egy lelkesítő dolog. Az a mencsfáluk. Tehát a legrosszabb esetben onnan még mindig lehetne energiát szerezni, ha szeretkeznének az emberek. Csak éppen megy a nagy izé, nem ismerik egymást, félnek egymástól. Nem megy megszólítani a másikat, ugye, mert nem játszott a közösségi játékokat, soha nem volt párválasztó játék az életükben, hát így tényleg nehéz, nincs előkép, hogy szólítsak le egy csajt. Hát. Úgyhogy fogod párválasztó játék, oda mész hozzá, aztán hozzolod is. Jó. Tehát ez pontosan a piramis elv ennek a rontott változat. Amikor megszűnik a habarcs, és csak ide, itt már elég a köveket egymásra, itt nem kell egy ilyen tartórendszer, mint a fánál. Pontosan a baj a politikával. A másik pedig az, hogy az a politikus az általában nem ott él, nem tudja, mi a baj a közösségnek. Most nézd meg, van egy irodája valahol abban az adott városban, forró. Honnan tudnak, bejön a falon, becsámolok, de már be sem mennek fogad órára, mert tudják, hogy több fölösnek is. Nem mennek a politikusok fogad órára. Ha bemennek, akkor is azzal, hogy a szomszéd kutyája följelentsék. Tehát nem a valós problémákkal. A valós probléma, ahhoz az kell, hogy megértse, ahhoz az kell, hogy ott éljen, ez az első. Ez már nem az első. Tehát a legtöbb politikus meg Pesten él. És ez megint egy érdekes játék, mert Pest soha nem volt része az országnak. Ez egy német város volt. Mindig. És egy teljesen más lelkülettel, teljesen más szemlélettel, szellemiséggel, és majd vezeti az országot.
már elég régóta ez vezeti az országot. Tehát ezért kéne, nem érzi, hogy eltüntették a járásokat először, most már eltüntették a megyéket. A megyék mind szabad. Régen egy megyei vezető, semmiféle hatalma nincsen. Tehát gyakorlatilag, nézzétek meg, mit tud egyet eldönteni falu? Nagyjából azt, hogy melyik napon fizeti a cigányoknak a segélyt, de ezt sem tudja eldönteni, mert már ezt is leszabályozták. Nincs semmiféle hatalma nincs egy falunak. Nincs lehetősége megváltoztatni a problémát. Hogy én csináltam, hogy nem vagyok, és én több pontot látok. De azt tudom, hogy a mikor családomat nézve, ahol természetesen nem laknak velük a nagyszülők, ott is fontos lenne ez a szaktáris és stratégiai vezetőnek akár a dinamikusan mozgó változása. Tehát, hogy ki az, aki így a jövőképesek vele, és ki az, aki akkor menjünk és csináljuk. Tehát, hogy már egy családban is, ha ez egészségesen működne, az már segítene. És akkor a következő az, hogy nincsenek közösségek, tehát hogy ez a fa struktúra csak közösségben működik. Tehát, hogy amíg nekem nem fontos, hogy... Itt áll, szétkülött a rendszer, és itt vannak a golyók, és szintén lakótelepekben ülnek, vagy teljesen mert egy család is fog elmondani. Persze, de azt mondom, hogy ami nem lesz fontos az, hogy a faluból a többiekkel együtt csináljak valamit, addig nem fogunk alkalmas vezetőt választani magunkból. Tehát, hogy ehhez közös tevékenységek kellene, közös érdekeltségek, és nincsenek közös érdekeltségeink, vagy én legalábbis nem annyira látom ezeket. Ebben igazad van, tehát ebben teljesen igazad van, hogy a családnak az egyik célja, az pontosan gazdasági egység volt. Tehát nincs közös termelés, akkor nincs értelme. De most nem csak én mondom, hogy nekünk muszáj együttműködni, de a faluban igazából csak különálló egységek vannak, mert semmi közük nincs egymáshoz. Na itt lép be az, hogy az első pontja, én úgy érzem, ez az indulj el a tenger felé című produkciónak az önellátás. Tehát muszáj megcsinálni. Számosok, egy számtalanokat fel tudok sorolni. Az egyik az az, hogy az önellátás önmagában képes arra, hogy a világületet kikapcsolja. Tehát abban a pillanatban, hogy megváltozott, hogy baszki, ezt is meg tudom termelni, ezt is elültettem, és van őt belőle, mit vannak, érted? És ezeket szépen kitapasztalja az ember, amikor először raksz egy kályát, aminél télen már ott melegszel. Amikor először csinálsz egy fészket magadnak, egy házat, amikor először csinálsz egy ágyat, és rájössz, hogy miért? Veszed, ugye? Igen, tehát minek basztált ki az ablakon 100 000 forintot, amikor meg tudod csinálni a kezeddel, érted? És ráadásul élvezed is, és a családod is élvezi. És micsoda teremtő erő és energia van abba az ágyban, teljesen más érzetekben aludni, és ez minden megint van. És másod, amikor a saját földedre összed a saját terményeidet, stb. Tehát ez az első lépcső, az önellátás. Az önellátás azon kívül, hogy kikapcsolja a félelmeidet. És nem csak ezt a félelmet, a jövőtől való félelmet. Mi lesz jövőre? Jövőre is lesz tavasz, jövőre is lesz vettőmag meg, konstans magukat szereztem be, stb. Tehát a jövő félelmet is kikapcsolja. Aztán kikapcsolja a halálfélelmet, mert látod, hogy elmusztul a természet és újra élet, a női, az állat, minden. De egészségben tart. Tehát már eleve az a mozgás, amit kénytelen vagy az önellátással kapcsolatban csinálni, az már elég az, hogy egészségben tartson. És ezek olyan csodálatos dolgok. Szóval pont ezek gondolkoztam, hogy ültettünk ma gyümölcsfákat, már nem ma, már gyakorlatilag egy hete megy ez a faültetés, meg mit tudom én micsoda. És sajnos, hogy párat már állandóan rohangászott valahol, de mennyire jó esett már a derekamnak az, ami tényleg ez a téli kunnyadság után egy kicsit kinn a napon, meg hihetetlen volt, egész máshogy süt a nap, mint régen. Ezt észrevettétek? Ez nagyon durva. Egyszerűen új fény van a világban. És ezt megérezni, hogy kimegy az ember, és néz szét, és ezek a tiszta energiák, amik régen nem volt. Mindig egy ilyen fátyolos, kötös volt a fény. Nem tudom, szoktatok-e napban nézni, akár napközben is. Néha, hogy be lesz tudtam nézni. És valahogy annyira tiszta volt. És
És akkor elkezdenek bennem alakulni a képek, hogy figyelj, ez volt végül az első normális tél. Ez volt az első normális tavasz. Értitek? Tehát jön vissza minden. Jönnek vissza ezek a megtisztult energiák, és ezeket el kell kapni, rá kell ülni, és hihetetlen csodál az önellátás. A mozgások, hogy állna, ugye megy a paraszt wellness a kaszálással, a gyomlálással, a turboszoláriummal, nem tudsz beteg lenni. Nem tudsz beteg lenni. Kiteszed a félelmet, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember, ugye? Nem is látsz. Na egyébként ez is egy csodálatos dolog, hogy az ember úgy működik, hogy ezt már sokszor elmondtam, hogy van egy táplálék, fizikailag is így működik, hogy bekerül a táplálék, ugye ez a szer, végig fut a száron, egy része beépül a szárba, egy része meg kimegy szarkét. És ez a következő rendszernek a szere, ugye, mert ez meg még a gilisztának, meg a mit tudom, minek lesz a szere. És így működik a táplálékrác, de nem csak a fizikai táplálékrác. Tehát ezt úgy képzeled, hogy energetikailag ugyanez van. Tehát elindul beléd az energia, egy részét be tudod fogadni. Be tudod fogadni, ami meg nem kell neked, mert számodra szar energia, tehát a rossz, negatív energia, azokat a Föld befogadja. Tehát ez neki még szer. Tehát tulajdonképpen az ember egy szőr a Földnek a testén, tehát az ég és Földet köti össze, pusztán a létével, a lényével. Tehát ilyen ég és Föld körül tényleg a kapu és a kupa, az atya és az anya között vagyunk egy összekötő szál. Na most ehhez viszont az kell, hogy a Föld befogadja a negatív energiáját. És ez így történik, ha te mezitláb vagy, ha te kim vagy a Földön, stb. Főleg a saját Földön, amikor teljesen más a viszonyod, viszont mi van egy városban? Hova tud rakni a negatív energiáját? Sehova. Tehát régen, tehát ugye, mint ahogy ma megcsinálják, hogy összegyűjtik a szart, azt elviszik valahol vidékre, ugye? Tehát csinálnak egy ilyen újvalét, egy ilyen szennyvíztisztító telepet, mert már annyi a szar, tehát fizikailag mi van? Tehát egyszerűen a város sok, hát azt tudjátok, hogy a középkorokban eddig voltak a nagy járványok, mert nem volt a szar a végig az utcákon. Ugye nem volt csatornázás, és akkor nem volt a szar. Na most akkor kitalálták, hogy hát a szart azt szedjük össze, és vigyük a városon kívülre. Mert túl koncentrált. Ugye, tehát amikor gondolod el, hogy itt egy ilyen 4x4 méteren leír egy család az életét, és a következő család megint 4x4 méteren ott van mellett, akkor valahol el kell rakni a szarát. Most ez van az energiákkal is. Tehát ezeket az energiákat befogadja a Föld, ami nekünk már nem kell, és elengedjük. Ezeket a negatív rezgéseket befogadja a Föld, de nem akármennyit tud befogadni. Ez ugyanúgy, mint hogy szarra is telítődik a Föld, ezekkel az energiákkal is telítődik. És egy városban ezért vannak ilyen rossz energiák, mert nem tud hova menni. Nem tud leföldelni magad a városban. És ezért lenne az fontos, hogy kiáramlani idejére. És egyébként kapaszkodjatok meg, itt egy-két éve, maximum két évet adok, itt úgy átfordulnak a pénzbeli, az anyagi dolgok is, hogy egy városi érték gyakorlatilag, vagy egy városi lakás gyakorlatilag szart se fog érni. De egy teljes nonsensz, egy városi palel izér annyit kapsz, mint falu egy teljes birtokért. Érted? Egy szar panel kuckóért. Abból annak az árakot, és ezt addig kell kihasználni, hogy így van, mert nem lesz sokáig. Abban a pillanatban, hogy rájönnek az emberek, hogy ha egészségesek akarnak lenni, meg boldogok, akkor muszáj kivenni. Nem lehet, a város, a vírus, az nem tűri ezt. Mondjad. Azt szeretném kérdezni, hogy valahol alakítottatok már ki Magyarországon ilyen fogadás rendszert, van-e ilyen működő rendszer? Én nem alakítok ki semmit, most figyelj rám. És mik a gyakorlati tanácsok, hogy lehet? Annyian verték már az embereket, hogy már senkiben nem hisznek, és ez így van rejtőnk. Majd, ha mi megcsináljuk az első tizedeket,
mondjuk a magunk belül, vagy bármelyik ilyen önjáró társaságunk belül, akkor az el fog szabadulni egy pillanatban. De ezeket meg kell csinálni. Miért nem ti csináljátok? Szeretnénk előző, hogy soknak a barakból dolgok lenni? De, de, de. Figyelj, figyelj rám, miért az orvosok nem akarnak, hogy dolgok lenni, tanárok nem akarnak, minden gyerek kapni. Gondolod el azt, amikor egy orvos ugye egész 20 évet tölt azzal, hogy összeszed egy csomó tudást, hogy majd ő betegeket fog gyógyítani, és egymás után halnak meg a kezébe a betegek. És ráadásul előbb-utóbb rájön, hogy ez komolyan hozzájárul. Tehát ez egy tanára, és bement tanár, és szívét, lelkét kitéve, gyerekek meg utálják. Mert érzik a libás tudásokat. És ez minden politikus, hát figyelj, vezetőnek született, olyanok is vannak. Tehát ezek arhentívusok. Vannak olyanok, akik vezetőnek születtek. És a libás tudásaikkal nem tudnak mit csinálni. Akkor most az a vezetés, hogy miért van, hát azt a másik ember, hogy mit tud ajánlani. Tehát ez soha nem az emberek. Ezért mondom, hogy nem szabad, főleg emberekkel nem szabad küzdeni. Ezek az emberek nagyon hamar valakhoz fognak érni. Abban a pillanatban, hogy bekerülnek ezekbe az új energiákba, érezni fogják, hogy teljesen másra szól az élet. És ezekről nem mondjuk rá, ilyen alapú mindenkiről lemondhatunk. Hát pont erről szól a népmesé, hogy körüljön át testvéreinket, szabadítsuk ki, és vigyük haza. Ez a élet feladat. Nem azt mondom, hogy könnyű, de figyeljétek, én állítom, hogy ott fönn estünk ki a padlón, úgy nyújtózkodtunk, hogy atyám, én tutira megoldom ezt a bulit, hogy mindenkit kiszabadítok, hazaviszek, stb. Ezt ugye leugodjuk a pöcegődőről, kiszabadítsuk a többieket, azt a szar az jó langyos, meg húha, és akkor tapicskolunk bele. Pedig az lenne a feladatunk, hogy kiszabadítsuk ki az embert. És ez meg is lehetne csinálni. És bocsáss meg, az első, hogy magadat szabad. Miért nem működött a Magyarok Szövetsége, miért nem működött az összes ilyen, az MDF, a mit tudom én, 5 perc alatt mindegyik elkúrult, a Jobbik is nagyon jól indult. De 5 perc alatt gyerek kapott, pontosan emiatt, amiatt, hogy mi se vagyunk rendben akart. Tehát csak rendezett emberekből tud a rend kialakulni. A valódi rend, az isteni rend. Tehát nem olyan rendezve, ezt magunkat kell rendben adni. Tehát kirakni magunkba a félelmeket például. Kirakni a másik embertől való félelmet. Nem merem megszólítani, meg mit fogok hozzá szólni, meg az anyósom mit szól hozzá, meg a pártitkára, mert ki nem szólja meg. Tehát ami állandóan azra foglalkozunk, hogy más mit szól, és egy faluba is. Szerintetek miért menekültek el az emberek a falutól? Mert olyan lehetetlen társadalmi elvárások voltak egy falu, ami már mindenkinek sok volt. Már rátelepült a kaotikus egyház, meg rátelepült az öregek tanácsa, tehát ezek a mindig vannak ilyen marha erkölcsös, meg marhára én mutatom, hogy igen, és reggelt estig imádkozok. Érted? De az élet az nem erről szól. Meggyúk imádkozik reggelt estig, vagy meggyúk. Ők meg élnek, érted? Szóval ezeket el kell kezdeni az élő mintákat keresni és vissza találkozni. Én szeretném volna kérdezni a néma példamutatást, kérdését szeretném feloldani, majd elbeszedni segítséget kérni, hogy ez lehet-e eszköz, illetve hogy mit jelent a példamutatás, az lehet-e néma. Mert hogy most is egyfajta példamutatást látok itt magam előtt, de hogy nem néma. Nagyon kérdés. Szerintem az igazán hiteles az úrma. Érted? Én szeretnék oda eljutni, hogy ne kelljen pofáznom, hanem leülök szépen a házam elé egy pipával, és egyszer jön valaki, akkor csak úgy körbe mutatok. Ez még odébb van, azért az aztán több 10 tonna roncsot el kell takarítani, meg szemetet, meg mindent, tehát az még odébb van, de tudom, hogy tehát nekem van egy új álmom. Tehát nagyon sokat szenvedtem az elmúlt időben, és nagyon, nagyon kemény dolgokon mentem át. És ez a magfa nem egy sikertörténet. Tehát ez 12 év konkrét órá
fix a szopott valami rossz oldalán. Tehát ez egy nagyon-nagyon kemény dolog volt nekem. Ráment az összes pénzem, ráment egy házasságom. Nagyon sok mindent beáldoztam, mert erőből próbáltam megcsinálni. Majd én megmutatom, hogy lesz egy ilyen munta, lesz egy magfalva, lesz egy munta Magyarországon. Akkor is boldog leszek! És most tavasszal kialakult egy más kép a fejemben, és ezt leírtam, egy nap írtam le először, most a népi gyógyászoknak lesz egy ilyen nagy találkozó a Magfalvának, amikor az elmúlt 10 évből végeztek. Van egy ilyen kép bennem, hogy Magfalva, édenkert, hitről és homokból. Értitek? Tehát nincs mások. Úrval egy homokhozom magam, meg hitünk. De a hitünket azt én most valahogy visszanyertem. Tehát ilyen nagyon mély gödrökben voltunk. Tehát olyan emberek voltak ott, tehát azért 10-valány év alatt egy presztízst kivívtunk a környékbe, a gyógyításunkkal, a viselkedésünkkel, stb. És olyan, oda kerültek olyan emberek, akik nagyon lefelé vitték a falut. És gyakorlatilag leabortizálták tízőnket. És én nagyon el voltam keseredve. És nagyon komolyan, tehát eddig kétszer volt, hogy eljátszottam a mondatta, hogy felgyújtom el, vagy eladom a földeket termőföldnek, és akkor hát abban ugye 80 hektár, az mondjuk 100 millió forint, hogy elvitorlázgatni a Balaton mellett, hogy elmegyek jól nézni az alkotmányt, nem csak Hanzi tudjuk nézni, érted. Csodálok az EOSZ-tár Merci mellé, ki a ügyéreztek. Aztán rájöttem, hogy ez nem így működik a műsorszak. Tehát valahogy meg kell oldani, de csak az a hiteles példa, amikor boldogban is ez látszik. Érted? És akkor nem kell egy szót se szólják. Szerintem vigyorolsz, mint a Pulika Lucernárban, vagy a sugárzik rólad a gyerekeit, vagy a családot, a feleséget. Tehát valahol ez a munka, ezt kell megcsinálni. És mindent, ami nem működik, azt ki kell adni az életükből, nem tovább tudod szólni. Majd megjavítjuk. Hát ez ugyanaz, mint a paraszti kultúrában. Figyeljük, minden, ami csorba volt, azt azonnal adották. A paraszt, ami csorba volt, azonnal adották. És ő csak annyit mondott rá, hogy nem hoz szerencsét, mert már nem tudta az okát, ez már csak egy érzés volt benne, hogy ki kell dobni. Tehát tulajdonképpen az oka, hogy viszi az energiát folyamatosan, minden csorba. Az emberi kapcsolatunk valami csorba, nem beszélek az anyámmal, nem beszélek a itt a kivel összevesztem vele, a fizikai dolgokból, ami csorba, ugye állva arra, hogy azért ezt meg kéne javítani, de persze sosincs rájönni. És az idővel szorítanak minket csarokba. Például érdekes, hogy van egy órám a falon, ugye szemben az a számítógéppel, ahol ülök. És amióta megállt az óra, kifolyott az elem, valahogy több idő van. És akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen a számokkal manipulálok minket, nem tudom, számoszlopok, felsorolások, egyfolytában számok, és a számok olyan információk, amik helyett valamit be kell áldozzá az agyadba, valamilyen tudáskockát, valamilyen emléket. És figyeljetek oda, nem nézzétek a jövőre. Én most ugye volt egy kis idő, nem már indult a kocsim, meg ez nem egy mai darab, és ilyenkor általában húrt ideges vagyok, és nézem a GPS-t, meg a késésemet rajzihez képest, és most nem néztem. Amikor nézem, akkor általában tényleg az, hogy elkésett nagyon, mert az ember ideges, akkor vagy rosszul fordul el, mit tudom, hogy micsoda. Most nem néztem, azt mondtam, hogy lesz, kíváncsiak rá megvárnak, nem kíváncsiak el sörözni, ügyes jó. És most már mint 5 percet. Pedig egy jó fél óra késésen indultam. Valahol az idővel manipulálnak, és mi nem veszik észre. És ez olyan érdekes, mert nagyon sokat járok Erdélybe, és ilyen teljesen
Istentől elrugaszkodott vidéken, kint élő emberek, akik még a faluba se járnak, mert nem úgy válik olyan pásztorok, akikkel beszél az ember, és akkor ő mondja nekem, nem én dobom föl, hogy valahogy gyorsul az idő. Valahogy, azt nem ezt mondta, hogy gyorsul, hogy valahogy nincs idő semmire, azt mondta. Valahogy nem lehet tájékozódni a csillagokból, és még mondott is egy dátumot, hogy mióta. Tehát igen, változnak a dolgok, de... Nekünk meg arról kell, hogy szóljon az életünk, hogy követjük ezt a változást. Vagy inkább még azt is mondom, hogy elé megyünk ennek a változásnak. És bizony a legfontosabb az az, hogy találd meg, hogy ki vagy, tehát összekötni magadat tényleg az Istennel. Tehát én ebben az előadásban, amit legutoljára tartottam, én elmondtam, hogy mi volt valaha a magyaroknak a feladata, mert ugye minden rendszeren belül minden egyes kis szervnek vagy szervezetnek feladata van, tehát a nemzetek között is mindegyiknek megvan a feladat. És a magyarságnak most már biztos vagyok benne, hogy az volt a feladata, hogy magerő legyen, de nem csak a Kárpát-medencei magerő, ez volt a bázis, hanem mindenütt a világban. Érted? Tehát azért találni mindenütt a világban magyar nyomokat, magyar neveket, földrajzi neveket, magyar motivumokat, mert a magyarok szalaszért értek a világba. Volt egy bázisuk, ez a Kárpát-medence. Volt egy ilyen fészek, ahol arra tudtak jönni, töltekezni, tudás és stb. De az volt a lényegük, hogy menjenek ki a világba, és csinálják a dolgokat, vagyis tanítsanak, gyógyítsanak, és mutassanak mintát a környezetüknek. És az a durva, hogy mindezt azért tudták megcsinálni, mert részben a nyelvük segítségével, ami egy elképesztő nyelv, részben a hitük segítségével, ami nem egy tételes vallás volt, tudtak kapcsolódni a teremtőhöz. Megfelelő sávszélessége és megfelelő gyakorisággal. Tehát ez nem egy véletlenszerű dolog volt, hogy mint a Viktor Pió atyának, hogy néha transzba esett, és akkor jöttek le dolgok, hanem akkor ment, és oda ment a valamit. És hát tulajdonképpen ennek voltak a maradvány sugárzásai, például az Árpád-házi szentek. Tehát ott már nem működött tehát ez a szakrális rend, ez már rég szét volt zúzva. De még ott voltak ugye, mit tudom én, a magyar, az Árpád-házi királylányok. Szent Erzsébet, ugye, aki a németeket nemesítette. Tehát ugye biztos szántai előadást hallottatok már, hogy ugye a Szent Erzsébetnek a hozományában eleve a 19 éves, vagy nem is tudom, hány évesen ment ki a németeket, és akkor a hozományában volt egy aranykád. És akkor nézték a németek, hogy ez mi a szar lehet. Nem fürödtek akkor még a németek. Vagy mit tudom én, Szent Margit, azt hiszem az íreknek volt. A skótoknak, vagy mit tudom én, Szent Kinga, az viszont a lengyeleknek volt, azt legalább tudom. Tehát minden egyes ilyen királyi házat Európában egy magyar királylány oltott be, nemesített. És azzal, hogy gyújtott, hát nézzétek meg Szent Erzsébet legendáig, hogy gyújtott. Nagyon gyújtott. És mászkál a leprások meg a pestisesek között, és gyújtott. És például úgy gyújtott meg valakit, Maraj Botrányon, hogy úgy gyújtott meg valakit, hogy befektette a saját ágyát. Tehát a saját, a hitvesi ágyában, tehát a közös ágyában királyával, és ugye, hát ez egy olyan gyógyító módszer, tehát a szellemnek van egy energia lenyomata, ami gyógyító, és ezt például használták még, hát a század elején voltak ilyen gyógyítások Ausztriában, hogy ilyen fülkéket csináltak, abban a fiatal párok szeretkeztek, és utána bezártak oda idegbetegeket, és ezek elmerültek. Pusztálta az energia. Higgyétek el, hogy nem öncélúan kell, tehát nem azért kell ezt megcsinálni, hogy jobban éljünk, vagy hogy boldogabbak legyünk, vagy ne legyen is tesz az életünkben, ez a melléktermék. Ezt azért kell megcsinálni, mert el kéne kezdeni lassan azt csinálni, amiért lejöttünk, és ez a lejövettel, ez pontosan ez a Gyógyítsd a világot című.
És ebben benne van a Földnek a gyógyítása, benne van az embereknek a gyógyítása, benne van a mintaadás, a tanítás. És nagyon, nagyon érdekes, én nagyon sok ilyen külföldi magyarra vagyok kapcsolatban. Egyrészt egy csomó országban van is mag, ők Amerikában több is. És ugye az emberek kimennek, sokszor nem a nyomor miatt, meg nem amiatt, hogy itt semmit nem tudnak csinálni, tehát mindenről papír kell, mindenről, tehát valami teljes abszurdisztán, tényleg, hogy mondod, hogy 8 km édes vízet vízünk rajta, és a legjobb a világon a víz, érted? Hogy nézd meg a telefont, hát most már szólok Romániában, hogy így már vissza, mert nekem kitelefonálja 150 forint, neked meg valami, mit tudom, hogy piculák, ilyen bani, egy bani, két bani, tehát ilyen nem tized, század rész a telefon, de mindenre így van. Mindenre így van. Hanem amiatt mennek ki, mert érzik, hogy valami dolguk van kint, és akkor az a baj, hogy nem az a dolguk, amit ők hisznek, hogy mit tudom, három diplomával zsidó öregasszonyok alatt cserélik a lepedőt. És abban a pillanatban, hogy amikor felfogják, tehát megérzik, nagyon sok ilyennel találkoztam, hogy megérzik azt, hogy hát figyelj, hát ezek örülnek, ha itt vagyunk, ha mit tudom, hogy Marimot Olaszországból egy járkált asszonyka, ő például olyan Pilates jogátta itt, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy örülnek az emberek, ha oda mennek és megérik. És ez már az új energetika, amiről beszélek, vagy szeretnék beszélni, hogy abban a pillanatban, hogy rendben rakjuk magunkat, odafigyelünk a lelkünkre, az érzéseinkre, a nyelvünkre, akkor kinyílik rajtunk keresztül egy energiacsatorna, ami tiszta energiát és sok energiát tud lejönni. És ezek a szerencsétlen zombik, akik itt energiátlanul mászkálnak, ezek elkezdenek körülni. És ez lenne a feladat. De ez először magunkat rendbe kell hozni, hitelességet tenni. És minden nap. Például nyilván az a leghitelesebb, aki boldog, aki vigyarog, mint úgy van utcánásban. Nekem jöhet akármelyik ilyen nagy buduzó izé, a nemzetet mentsük meg, és akkor látok, hallok, mint tök rovásomban, annyi energiája nincs, hogy elmondja a következő mondatot, és meghalt, mindenre. És ezért kell magunkat hitelesíteni. És ez viszont úgy megy, hogy elkezdek ásni magamba, elkezdek ásni a gyerekkoromba, elkezdek tudatosan odafigyelni arra, hogy nem engedem magamat negatív dolgokba belelátni. Érted? Semmit, ami lefele visz. Jön az anyósom, hogy blablabla, állj! Érted? Vagy csak egyszer kimondod azt, hogy védett vagyok, vagy mit tudom. Tehát mindenki meg tudja a maga kis tüggeit csinálni. Mutatok egy nagyon, nagyon egyszerű, ezt egy picit kapcsolt ki a kamerát, jó? Csak egy picit. Jó. És akkor mutatok egy nagyon egyszerű tükköt, amit lehet vissza. Nekem az a nagyon érdekes, hogy most így mondtad ezt az egész mantrázást. Én rájöttem, hogy amikor csinálok valamit, magamban elkezdek énekelni. De ez ki is hallatszik, mert aki ott mellettem valami, mondja, hogy nincs is terget, mert ebből csak ilyen zsolozsmázás jön elő. És mindig most már figyelek magam, hogy miért énekelek én bármit, tehát egy szögbeveléstől, egy rántottak készítésig, ami egy olyan két percnél hosszabb idő, azon kapom magam, hogy megy ez az ének. És általában mindig ugyanaz. Hát igen, de én nem vagy ezt higgyétek, hogy hát ma is, amikor ott van a fejhallgatóban, a fej, és mondja, hogy érted? Hát ugye ez is egy pótcselekvés. Egyébként van egy szenzációs film, azt hiszem, hogy talán Bakonyi Vászat, vagy valamilyen címe van. Egy öreg asszonyról szól, aki egy ilyen régi Bakonyi Juhász generációnak volt a tagja, és végig kísérli egy pár napját. Érted? És hogy ültet és mondja a klubinak. Tehát ezek a régi mágiák. Amik mindenek voltak, hogy ráolvasás, hogy elmondta a klumpinak, a bokrosot, meg mit tudom, elmondta a csirkének, hogy sokas, hogy minta, mit tudom, és még a szüleitől tanul.
Ez mindjárt, mint az Anasztázia könyvben van, amikor számba vezet, stb. Tehát ezek is rávolvasások, mágiák, és mágiákat például abszolút nem használunk. Pedig ez a jövő, így értek el. Az a jövő, hogy megmondod a teremtésnek, hogy működjön, kimondod. Tehát annyira, tehát az emberek azt hiszik, hogy a kimondott szó az csak egy ilyen lózunk, érted? De azért érzik, hogy nehéz, ha elveszvallgatják a rádió, hogy ba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 b hallgatják meg, hogy nem is semmi információt tartalmi, csak teljesen. De a valódi, képzeljétek el, hogy ahhoz, hogy rákos legyen egy ember, ugye ember szerint öt törvénynek kell együttesen, vagy öt dolognak kell együttesen fennállnia, és például az ötödik, tehát az, hogy sokszerű, stb. Stb. És az ötödik az, hogy nem tud róla senkivel beszélni, mert nincs olyan ember, vagy mit tudom én, nem bízik benne, fél, stb. És tényleg így, hogy akkor szaporodott el a rák, amikor eltűntek a kispadok a falon. Tehát már nem beszéltek az emberek. Nézték, mindenki külön bámult a tévét otthon. És olyan dolgokat meg lehet csinálni, például semmi egyebet nem csinálsz, ér egy ilyen sok, amivel normális esetben belerákosodnál, ott ugye elvisz az egészségügyi, onnantól kezdve hulla vagy. Na most ehelyett, tehát ezt ki tudod mondani, meg tudod beszélni. Tehát szerintem a mit hírét az igazatnak, ausztrál benszülöttekről szól, és ott van egy olyan, a közösségen belül egy olyan poszt, hogy semmi más nem csinál az az illető, csak meghallgatja a többi. És még azért nem ismerte ezt a új medicinát, és még mondottam valami, hogy micsoda luxus erre fenntart egy embert, hogy semmi más dolga nincs, mint hogy meghallgassa a többieket. Még tanácsot sem ad. Csak egy ilyen lelki szemetes láda. De ahhoz elég, hogy ne betegedjenek bele az emberek a törzsömből, mi? Ja, ez a pszichológia. Igen, csak jóval olcsóbb, meg ebben 100 dollárra lefekít egy gyárt. Egyébként van egy még olcsóbb változat, és itt pont jöttem át itt a Sűs Nógrácsától, ugye? Igen. Falu. És jöttem át a gerincsel, és ugye mind a két része látszott a tájnak. Most ezeket a helyeket használták szélbe kiáltásra. Tehát az, akinek, amikor nem volt erőd elmondani senkinek, meg akkor fogták és a szélbe kiáltották. Kurva anyját, az anyósoknak, és érted? És erővel, és hittel, és az anyóság semmi baj nem lett tőle, viszont ő kitette magából a lábot, érted? Kitette magából ezeket a szorító energiákat, amiket nem tudott volna másképpen hitelni. Annyira belenevelik az emberbe, hogy fékez maga. Hogy viselkedj, férj valaki, ne bőg. Meg a fújfütyját, az összes ilyen prostata, meg egyéb, meg a impotencia, az ebből komolyan mondom, ebből lehet. Ugye gyerekről nagy nehezen lekerül a pepkőztelenk, ahogy a végül látték van ott, hogy van rakat, és elkezd ízni, birizgálni, és akkor rávernek a kezére, hogy fújfütyi. Érted? Most ez tudat alatt, ez beépül ez a tudta, hogy fújfütyi, ugye elkezd a cerka majd 10 évesen meredezni, jön a járka, összebújnak, és akkor csak hallja az anyát, hogy fúj, fügyi, cerkbe leszel, egyébként ez halálegyen, amit mondtam. Nagyon sok ilyen dolgot megoldottunk regresszióval, és mindegyik ilyen fúj, fügyi sztorik volt, ahol még durvább volt, mert ugye minden gyerek közösségben megmutatják egymásnak a puncikat, illetve a fügyiüket, ez a felelhetés, most óvodába vagy. Lipa legeltetés közben, de hát figyelj, csak meg kell valami ismerni. Na és akkor ez egy óvodában volt, hogy viszonylag patáliát csaptak meg, meg nagyon csúnyán megszégyenítették, megkurcolták ezt a srácot, és gondolják, hogy 40 halálnyírását keresett meg, és akkor tudta kitenni ezt a impotenciát. Feljött az emlék neki, bővült egy útot, dobálta magát, azt kész. Na, tartunk egy kis szünetet? Utána még ha van kérdőt, akkor körbeülünk és beszélgetünk meg, hogy a master világ ezt meg születésében megkérdőltek, hogy 5 perc, jó? Milyen nehéz, hogy 10 embert nem tudtok összeszerezni, stb. És akkor körbeállt.
fáradt, hogy érkeztek, mint hogy kibolyik. Hát az volt a kérdés, hogy ki mit tud segíteni a közösségnek, és ki mit vár el a közösségtől. És ebben az a poén, hogy ezek a hiányok meg többletek pont arról szólnak, hogy ezekből kell közösséget építeni. A közösségnek egy titka van, hogy többet adj be, mint amennyit elhasznál. És akkor úgy tűnik. Akkor az nem tudom, hogy itt volt, vagy Zalaegerszegen, mert ezen a két helyen csináltam, hogy valaki mondta, hogy hát neki nagyon nagy segítség lenne, most kerültek a faluba, és nagyon három gyerekek ott, és nagyon nagy segítség lenne, ha valaki vigyázna a gyerekekbe, mert semmit nem csinálta. Ugye, és akkor mellettük ült az a néni, aki meg mondta, hogy ő meg mint egy nyugdíjas pedagógus, és nagyon szeretne gyerekekkel foglalkozni, és akkor ott kérdeztük, hogy mi a problémája. Hát, csöpög a csap, és a srác mondta, hogy én mindent a kemencétől ezért mindent meg tud csinálni. Tehát ez körülbelül ez lenne az első lépcső egy közösség építéshez, hogy valakit kipécézni, akin segíteni lehet, aki elesett. Mert az emberben ösztönösen benne van, ösztönből benne van, ami nagyon ilyen, nagyon zsigerileg az a segíteni akaró típusú történet. Hogy ezek nyugodjuk a faluban, azt kérdezik, azt kérdezik, és akkor még kapjuk a segítségben, nem kérjük, de... Hogy nem kérjük? Hát ugye összeszedjük a faluban a moslékot, és akkor mindig ránk néznek, visszanyúlnak, hogy valaki még egy befőttet, vagy egy almát, vagy látják, és akkor persze jó legyek az alma az embernek, csak ugye mindig egy ilyen tükörbe látja magát, hogy milyen szerencsétlen, és akkor van, hogy egy kicsikus, és büdöntés. Szerintem ezért kapnak almát, mert nem arra nyugsz. Nem, az almát a csacsika. De ezek gyönyörű dolgok is valahogyan el kell indulni. Figyelj, ha ilyen fiatal lennék, akkor valószínűleg én is ezt csinálom. Szóval én túl sokat töszörögtem ezzel, hogy kivégek a változók. Pedig bennem, egy idősen abszolút bennem volt, hogy lépni kéne. Akkor még a minták sem nagyon volt, nem nagyon voltak ilyen emberek, akik megcsinálták. De ez a megoldás, így van. Na, szóval ez a kölcsös segítség, és tényleg ezt az önellátást, amennyit meg tud csinálni, kényelmesen az embert, tehát nem kell nagyobbat szarni, mint muszáj, legyen egy tyúkolt, legyen egy mit tudom, egy kis veteményesen, bármi, amiben eljúz. Van egy nagyon jó kis könyvecske, ez a Vitézi rendnek adták ki annak idején, ez körülbelül hasonló volt a sztori, mint egy szituló mostában, ugye a Vitézi rend, ezek általában ilyen városi munkások meg erők, akik a frontra kikerülve a vitézi ügyér földet kaptak, tehát paramira említettek hozzá. Csak ebben a kis könyvben le volt írva a legfontosabb ilyen gazdálkodási ismeretek, hogy mit érdemes tartani, hogy nem esetleg is. Tehát el kell kezdeni. Én ezt láttam a legegyszerűbb módszernek, hogy bármiféle önellátás, bármit, tök mindegy, hogy ha van három cső kukoricában, hogy van egy kétfej salátában, elég van, vagy mert az energetikailag is olyan, hogy neked kell. Meg figyeljetek, most itt van, húsvét előtt vagyunk, bőjtel vagyunk. A nehéz, évi, mérgező, tömörítő energiákon túl vagyunk. Tehát itt most kéne a bőjtet csinálni. A bőjt az nem az éhezésről szól, hanem arról kéne szólni, hogy élő anyagokat tegyél. Tehát például a turbolya. Most jön a turbolya, egy tyúkúra, ezeket fogod nyersen csipegetet, hogy csinálsz egy leves belőle, vagy egy bármi. Ezek, és tényleg megtisztítani magukat. A legegyszerűbb tisztító kúra az a beleknek a kipucolása, és a leghatékonyabb is. Ugye Paracelsus mondja, hogy a halál a belekbe lakozik. Tehát minden betegség van el. Ott van az immunrendszerünknek 70%-a belegbe. És ugye ez már gyakorlatilag az ipari élelmiszerekkel, meg mi a fenékkel, antibiotikumokkal sikerült teljesen tökre rakni. Tehát ezt kell először rendelni.
Aztán nagyon fontos, hogy hát ennek a rendbelakásnál ugye a legegyszerűbb az a faszén, agyag, fekete dió, vagy bármiféle ilyen féle dió, de a fekete dió az nagyon jó. Tehát agyagot, faszént összetörsz, összekeversz, egy ilyen kb. Egy negyed minimum legyen faszén, mert hát, ugye a bélbolyók rúgnak be a belegbe. A bélbolyók az egy ilyen hihetetlen nagy felületű felszívórendszer, tehát egy gyökérrendszer van a belegbe. És ezek teljesen el vannak töltve, ugye a 48-as Párizsi, az 52-es Macisat, 65-es Szaloncukor, stb. És a bélbolyóknak a tetejét próbál szarból kivergődve valami táplálékhoz. Nem szar van ebben, hanem bélmáz, tehát olyan, ami már belkövesedett. És akkor ebből vannak olyanok aztán, hogy mit tudom én. Tehát mindenféle autoimmun betegségek, ugye, mert az antibiotikumok kiölik a saját bélflórádat. Tehát a saját bélflórád, abban több milliárdnyi veled szimbiózisban élő élőlény van. Gombák, baktérium, stb. Ezt kiölik, akkor olyan kerülnek oda, telepednek meg, amik nem adalok. Ez olyan, mint hogyha a magyar nem hajlandó szaporodni a Kárpát-medencébe, akkor majd jön a migráns. Azt az majd szaporodik. De az már nem odavak, az már nem tudja működtetni a Kárpát-medencét. És bekerülnek olyan élőlények, akik viszont azt fogják csinálni, hogy mondjuk ahelyett, hogy mondjuk rezet, meg amire tényleg szüksége van a szervezetednek, vasat, egyebeket cignál föl, ahelyett mondjuk ormot fognak, meg alumíniumot. Például alumíniumot cignál föl, akkor már is ott van az alszernákor, ami tipikus egy ilyen alumínium mérgezésre dolog. Tehát gyakorlatilag mindenféle ilyen betegséget, van ez az irritáris bélszindróma, meg a mit tudom, már 80 ezer ilyen izé van, de gyakorlatilag minden ilyen autoimmun betegség a belegből indul ki. Tehát ha beleidett rendben, akkor a betegségek egy jelentős részét csöngettek? Be. Jelentős részét rendben. És ez csak annyi, hogy faszén, agyag, meg valamilyen. Ha nem jutsz hozzá fekete dióhoz, akkor szegfűszeget belőlesz, és így hihetetlen. Vagy ürül, vagy fehér ürül, meg tudsz venni a herbáriába. Szépen porrát ürül bele, akkor ez egy-két kanállal elkeversz ízbe, jó hidrasztolod. A fekete ürül, én nem szeretném látni az arcodat, amikor iszod, de ilyen szegfűszeget például. És tényleg annyi kéne, egyébként ennélkül is, tehát ha az arra eljött, hogyha az agyadat rendbe rakod, akkor ezek maguktól rendbe fognak jönni, de ez egy oda-vissza játszó rendszer. És mindig, amit könnyebb tisztítani. Tehát, hogyha most a fizikai testedet könnyebb tisztítani, de a lelkedet, akkor azt kell csinálni. És ilyenkor tavasszal, neked figyelj, ki kell menni a napra, ki kell feküdni a napra, ez nagyon fontos lenne, le kéne feküdni a földre, főleg a nőknél. Egy lényegűek vagytok a Földre. Tehát ez hihetetlen egyszerű dolog. Na, kérdezzetek inkább. Kérdezzetek bármiről, betegségekről, egészségről, közösségről, ami azt szeretném tudni, hogy ti mire vagytok kíváncsiak. Mi az, hogy jön egy előadó, azt mondja a tutit. De azt szeretném tudni, hogy ti mire vagytok. Nekem az önfenntartás, illetve az időgazdálkodással van problémám. Ugye eljárom dolgozni, az érek 5 óra, megvacsorázom, amíg van egy kicsi kedvem akkor még, és akkor kimegyek. Hát az összes életenergiádat gyakorlatilag kihajtja a munkáját. Figyelj, én ezt leülökném, és nem ülök egy költömmel. Nem tanáros. Tehát én azt látom, teljes önellátás. Van teljes önellátás, ez
feladat, amit ma nagyon nehéz átidalni, vagy nem is tudom, hogy lehet megcsinálni. Amit nagyon fontos lenne megtermelni, minimum a fűszerek, a fűszerek. Tehát itt indul az élet, hogy a fűszered legyen rendben. Aztán valami kis, azok a növények, amiket nem tudsz elvileg sem frissen megvenni. Tehát egy salátának például pár óra alatt lebomlik az ételtest, az élettestet. Tehát ezt elvileg sem tudod salátát frissen venni. Tehát legalább ezeket. Aztán az állatoknál az a baj, hogy az állapotát méri fel annak a környezetnek. Tehát ugye ezért volt a galambleves, ugye a nem tyúkleves, a tyúk az a te baromfiút varod meg a családodnak az állapota. De lehet, hogy ez a betegség az a faluba keletkezett, ott viszont már galambjárt, tehát ezért volt galambleves. Most ez amilyen állapotú állatokat eszünk ma, az tragikus. Tehát amikor leéri egy tyúk az életét egy A4-es papírnyi területen, meg levágják a csőrét, hogy ne, meg a karmát lecsípik, hogy ne marják agyon egymást, vagy próbálnák magukat létszám alá szelektálni, akkor vagy mit tudom én, és ennek a tojását teszed. Meg egy olyan tyúkét, aki is van, volt kakas. Most a jutányügyben van egy ilyen nagyon érdekes ilyen félmondat, hogy a rák az az örömtelen életű, nemiségüktől megfosztott állatok húsának tejének, stb. A fogyasztásától van. Tehát az állatokat azért kéne minimális állatot tartani, tehát legalább tyúkot tartsák tojásáért, meg esetleg egy kis csirke, leves, vagy mit tudom én, mert az a legmérgezőbb. Tehát nem a hússal van a baj a mai világban, a hús minőségével van a baj. Gondolod, hogy mitől rázzák egy ifán két napot, utána azt a disztót, akkor oda kerül a vágóidra, hallja a saját fajtásainak a halásikolyát, egyre stresszesebb lesz, és akkor utána ez tele lesz a terveim a húsa, és ezt tesz. Tehát ezek persze, hogy nem jók, nem a hússal van a baj. Úgyhogy azért kéne az önellátás, hogy az élelmiszered, az élelmed, az életed. Tehát legalább az élelmed legyen. A többi ez gyakorlatilag majdnem egy örömforrás, bár ez nem igazán például a viselet, az a viselkedés. Tehát minden összevadult, az összevagozva, és minden visszaadt. Tehát ez egy marhánál mindegy gyorsan. De a minimum az a élelmiszer. Meg hát ez az élelmiszer, ez egy gyógynövény is. Tehát a hagyma is egy gyógynövény, meg a zeller, meg a többi fűszer, meg egy gyógynövény. Tehát ezeket használni kell, termeszteni kell. Én azt csinálom, én megmondom, hogy ha ma fiatal lennék, akkor először is beszélnék fiatalokkal. Tehát mely egyedül nem megy, főleg ha állattartással, az minimum 3 család kéne lejjen egy fogban. Utána keresnék egy hallgató falut, amit még nem találtak meg a cigányok. A cigányok olyan, mint a bomba. Tehát ugye egy egészséges fát nem támad meg a bomba. Viszont ha a fa kidől, azonnal ott terem a bomba, de az a dolga, hogy visszavigye a gúgyba. Másodlagos károsító. Nem károsító, miért kár egy húsz tettől? A húsz az a legnemesebb anyag, hát te is abból vagy. Én is abból vagy. Effektív a cellulózt mondja. Hát de kell az a cellulózott az erdő még évekig? Nem. Tehát csinál belőle televényt, ami a világ a legértékesebb. A legértékesebb. Tehát nincs. Figyeljetek, nincs ilyen, hogy jó vagy rossz. Tehát tulajdonképpen egy kérdés van, hogy a helyén van valami a világban, vagy nincs. Mert ami nincs a helyén a világban, azt úgy hívjuk, hogy szemét. Tehát a cigány dolgát csinálja, nem ez itt a baj. Az a baj, hogy mennek tökre a falvai. Tehát az a baj, hogy kidőlnek a fák. A faluból én születik, az egy hihetetlenül gazdag falu volt, ilyen 80 koronás aranykorás földekkel. Nagyon porcsalmat, egyedül átlag a széle, egy ilyen hihetetlen, egész extrém minőségű kótú talaj. Tehát amikor először anyámnak adtam egy zsák tönkölyhúzát, hogy vesd már el, mentem oda és nem akartam elhinni a tönkölyhúzát. A papgában nem látszott ki, az ő feje fölött egy méterre kezdődtek a kalászok, gondoljátok el. Egy ilyen föld. Viszont ott is nekiálltak, egykézni nekiálltak, kivagyiság, farokméregetés, és ez mind abból jön, hogy nem tudják, hogy nem, tehát nem vagyok elég jó, és akkor próbálok bizonygatni. És akkor olyan kerítés, aminél nem kerítés, aminél
Hát meg mint a cifra karultaszeg, biztos láttátok ilyen azért, hogy volt egy minden cifra szobájuk, és semmi más célt nem, soha nem mentek be, egyszerre voltak abban a szobában, ellenben tele volt egész a mennyezetig ilyen nagyon díszes párnákkal, amit egész életükben hímeztek, tehát több fölöslegesen elhímezték, meg eltöszörötték az életüket. Érted? És a mi falunk is így ment szét. És akkor utána, ahogy szétesett a közösség, akkor azonnal megjelentek a cigányok, és gyakorlatilag már leboltották a falut. Még egyszer mondom, hogy hihetetlen gazdag falut. Na, úgyhogy én ma úgy csinálnám, hogy egy ilyen helyen vennék egy házat. Gyakorlatilag majdnem, hogy mindegy, hogy mennyi földdel, legyen valamennyi föld, mert pár száz, négy szóval legyen. De csak azért kell, hogy valahol megvesd a lábat, meg elindulj, mert nem sokára annyi föld lesz, mint a nyűv. Gondolod, ez a sok ezer hektár óriás gazdaságok, amik jelen pillanatban csak a föld alatt terveznek, azok kőolajat, vagy föld alatti támogatás, mert a kőolajat tart egyben, meg tart össze. Most ezeket, ha nem fogják művelni, akkor nagyon-nagyon sok föld lesz a Magyarországon. Tehát ez az egy hektáros Anasztázia szerinti rendszer, én ezt abszolút reálisnak tartom, és látom, hogy még jóval kisebb területen is meg lehet csinálni. Tehát Anasztázia is azt mondja, hogy maximum egy hektár akármilyen földet. De például a Gyulahibán egy 20x20 méteres kertből mindent leszed, ami kell az élethez. Ez a végnyúcsos módszerrel. Tehát lehet nagyon intenzív mezőgazdasági rendszereket csinálni, anélkül, hogy sokat kell dolgozni benne. Ezek nagyon egyszerűség. Aztán én azt csinálnám, én egy nagyon nagy hülyeség, két hülyeséget követtem el, ami végzetesen bizonyul. Az első a méret. Tehát én ugye falu méretben gondolkoztam, hogy majd itt egy leendő falu lesz, ugye kiszámoltam, hogy hát egy család 5 hektár, 10 család egy falu, az minimum 50 hektár kevedik. Tehát ebben majdnem beledöbbentem már, hogy ez pénz volt, mégis 80 hektára sikerült, mert vettem hozzá egy erdőt, de túl nagy. Tehát részen se tudom. A másik, amit nagyon hülyén csináltam, hogy nekem volt egy nagyon jó menő, jó működő cégem. Az egyik napról a másikra hagytam ledönteni. Tehát azt, hogy majd lesz valami, stb. És ez nem volt jó, hát abból a cégből még a mai napig csorogna az energia. A pénz az egy energiaforrás, az egy energiaforma. Tehát meg lehetett volna csinálni ezeket a dolgokat. És nem ördögtől valahogy bírse. Mert gondoljátok el, hogy itt 50 meg 100 év alatt basztunk el. Az hogy lehet kézi munkával visszacsinálni? Hogy lehet talajosítást csinálni például, ha nincsenek gépek, ha nem tudsz? Ez a brazil módszer, ez nagyon jó, de ez is kellene gépet, ugye? Tehát, hogy fasorokat ültetsz, de mire kézi erővel azt a pár ezer fát elültetek, amit csak annyira gondolj, hogy legalább legyen egy lyukfúrót. Már egy töredék munka. Na, tehát én azt csinálnám, hogy megtartanám a munkahelyet, elkezdenék kivonulni belőle. Tehát először is a munkahely és munkahely között kurva egy különbség van. Tehát nézd meg a hatékonyságát. Tehát, hogy minél kevesebb idővel, minél több pénzt tudják kiszedni. Tehát az a cél, hogy ilyen egy-két napi munkával annyit ki tudsz szedni, ami az önellátásban megtart téged még. És ez elérhető, ez csak képzelet, kép. Tudom, munkahelyet is. Mi mostanában egy adagok az igényei, tehát egyre többet szeretnének, hogy dolgozzunk egyre. Persze, vasárnap is, hogy mi a lábát köszönjük, többet, hogy éjszak is tud dolgozni. Ez mindig így volt, de ki lehet számít. Tehát először is nagyon fontos, hogy kiszakadt a gatyát. Hogy abból meg kell éljél, figyelj rám, ez fontos, meg kell éljél, ami boldog, ami lelkesít téged. Meg kell éljél. Tehát ha te a kemence rakás tesz boldoggá, akkor abból biztos, hogy megész. Ha üvegfújás, most mondok ilyen példákat meg, amit eszembe, akkor abból ész meg. Volt egy barátom, aki, tehát ő egy ilyen milliárdos építési vállalkozó volt, és amikor voltak ezek a nagy körbetartozások, akkor csődbe lett. De olyan szinten csődbe lett, hogy elvették a házát, persze az asszony rögtön elvált tőle, stb. A gyereke az már vagy 10 éve nem beszélt vele, a nagy gyereke, úgyhogy tök egyedül maradt, és rendesen csörögött, így ahogy mondom. Tehát ilyen, mit tudom én, valami
lakatlan házakban húzta meg magát egy pár hónapig, bujkált ugye a szégyenébe, akkor nagynéz az anyja megtalálta a saját édesanyja, és kivette a koporsó pénzét az OTP-ből, és odaadta a fiának, hogy fiam, hát ez 2 millió forint, elítette a félre a temetésedbe, fordítsd az életedbe. És akkor a srác valahol Göcsejbe vette egy parasztházat, 1 millió pár százezerért, egy elég nagy portával, és egy gyönyörű téglaházat volt, szóval én láttam a tényleg, én csak nagyon lerobban. És oda költözött, maradt még egy pár gép a cégből, és elkezdte saját kezdőleg felújítani az épületet, és közben veteményezett, stb. Stb. És ahogy vagdosta a cserepeket, ilyen kis téglákat csinált belőle. Egy zacskóval, másik zacskóval rakott anyagot, pár ilyen lécdarabot levágott tetőzetnek, és bevitte a helyi oldalba, hogy ez egy ilyen játék. Tehát anyagból, anyaggal rendesített épületeket lehet építeni. Na és hát baromira megtetszett itt a szülőknek, és elkezdték rendelgetni. Nekem is kell, nekem is nem kell, nekem is kialakult, hogy egy ilyen komplet építő készletet, hogy három föl lehet építeni. Na és akkor hetente csinált egy ilyet, mert neki elég volt egy héttel 5000 forint. Érted? És egyszer csak megjelent a semmiből a gyereke, hogy apa, mit besegítetek. És akkor utána már ketten csinálták, és 2 ilyen játékot hetente. Na elég az hozzá, hogy gyönyörűen felépült egy gazdaság, az apa meg a fia együtt csinálták, utána a faluból került valami menyecske, úgyhogy elkezdte az apa meg a fia a telek túloldalán a másik házat építeni. És ugye ez a játék biznisz, ez közben nőtt, tehát egyre távolabb már Körmendről jöttek oda, meg Zalaegerszeg, meg mindenki ilyen izét akart venni. Akkor a faszinat ugye újra föladta a sors a labdát, hogy most mennyire komolyan gondolod a változást, most tényleg újra indítod a milliárdos céget, érted? Vagy maradsz ott, ahol boldog volt. És ott maradt, és volt mersze hozzá. Ezt azért mondom el, mert ami lelkesít, és nincs olyan, tehát ez csak képtelenség, hogyha azt mondod, hogy tehát egyszerűen ma pumpálják beléd azt a képet, hogy te csak úgy tudsz megérni, elmész egy multihoz, buszozol egy órát oda, egy órát vissza, kifizetik a lépéredet, stb. Azt elköltöd gyorsan a Tesco-ba. Tehát ez egyszerűen beléd csúvált kép. De az igazság, hogy bármiből meg lehet élni az életbe, bármiből. És ezt annyira látom, érzem, tapasztalom. Most mondok egy hülyeséget, tehát mi marhasok gyógyító anyagot állítunk elő, kihasználva azt, hogy az emberek lusták, hogy maguknak megcsinálják. Mert például egy Orbán fűolajat megcsinálni, az kb. 500 forint költség, vagy 600, még egybe kell egy hidegen préselt napraforgóolaj, és kb. 20 perc. Na most nálunk egy deci Orbán fűolaj 2000 forint, és nem győzünk eleget csinálni. 20.000 forintot megcsinálta a 4 óra munkával, és ez minden negyed nap. Tehát nincs határa annak, hogy egy határa van az egésznek, a képzelet. De erre marhára oda kell figyelni, mert ez a végső ember. A képzelet. Tehát nincs képe. Tehát az Anasztázia könyveket hányan olvastátok? Na ott van egy olyan jelenet, nem tudom, emlékeztek rá, amikor ugye ez a Megre, aki ezeket lejegyezte, ez arra akar rájönni, hogy miért nem lehet a hajléktalanokon segíteni, emlékeztek erre jelentre? Csak ugye fölvesz egy ilyen valami rossz göncöt, és lemegy a saját háza elé kukázni. És negyed óra múlva megjelenik egy másik hajléktalan vasdologgal, hogy takarodj innen, ez az én kukám. És akkor ott ugye elkezdett ismerkedni vele, meg dörgölni a Megre, meg vesz neki vodkát, és már estére teljesen összebarátkoznak, és akkor mondja Megre, ja, és közben ez az ürge mindent elmond a munkázásra, hogy hol lehet a legjobb cuccokat találni, mikor teszik ki, hol adják a legtöbbet az üvegére, a alumínium és stb. És professzor a munkázásnak. És akkor eljön az este, és mondja neki a Megre, hogy figyelj rám, van itt egy barátom, építkezést vezet, menjünk el oda, ilyen jönnek, ennyi pénzt kapunk, ennyi kaját, még vodkát is kapunk, ezek a stb. És akkor az ürge teljesen bezár, és azt mondja, hogy te hálátlan állok kígyó, te csak a
kukámat akarod elvenni tőle. Érted? Tehát gondoljátok, hogy az ő fejében egyetlen egy kép van, a képre nagyon oda kell figyelni. Egyetlen egy kép van, hogy hogy lehet a legjobban a kukából megélni. És ami nem fér bele ebbe a képbe, azzal nem hajlandó és nem is tud foglalkozni. Most az a baj, hogy mindjárt kukázunk. Értitek? Tehát nincs más kép a fejünkben, mint hogy hogy lehet megélni egy munkahelyből, izéből, bejárásból, kijárásból, Tesco-ból. Nincs más kép a fejünkben, mint munkahely. És próbálják kiirtani, aki még volt egy elég durva eset, van ez a VNTV. Nem tudom, ismertek, ez a Viva Natura televízió. Azt nézzétek meg, nagyon előadások vannak. Volt egy ilyen kosárfonó csaj, akit megtalált az apek, és valami nem tudom hány millió forintra büntette 5 darab ilyen kis kosárkájára. Ja, az Ildi, az Édenkert Ildinek becézik, azt hiszem. Aha. Tudom. Az itt lakott, nem is olyan messze valahol. Szanda. Igen. Na ez azért durva, mert a hatalom is azért nekünk feszült, de ez a Jánka is, hát ő is elvesztette a gyerekét. Tehát egy szülő elveszti a gyerekét, az már egy nagyon nagy pofás, azért valamit nagyon ilyen kell csinálni. És normális esetben egyszer meg kell védjen a teremtéstéget. Meg kell, figyelj rám, itt van ez a szőrsejtem, ez. Érted? Amíg ez a dolgát csinálja a szűr, az egyébként az antikorrekció. Tehát veszi nekem az energiákat, és gyűjti az energiákat, én meg fogom védeni. A tűztől, a leégéstől, a mit tudom én, micsoda, táplálni fogom, tanítani fogom, reprodukálni fogom, érted? Tehát a teremtésnek ez a lényeg, hogy amikor a dolgodat csinálod, az igazság, azért a teremtés el kell tartson téged, érted? És ez a poén benne, hogy amíg a dolgodat csinálod. Tehát ha te a teremtésből jössz, most tök mindegy, hogy bármit el lehet adni. Tehát nincs olyan dolog, amivel el lehet adni. Ez van. És a paraszti gazdaságnak a lényeg az a többszörös haszonvétel volt. Hogy igen, voltak termények, de ami nem kellett az emberek, ment a disznónak, de ami nem kellett a disznónak, ment a tyúknak, stb. És nem az volt, hogy van egy hektár gyümölcsös, amit gyönyörűen rasztelve és az alját pedig fölrotálom, hanem az, hogy igen, volt gyümölcsfa, alatta elfért a zöldség, alatta elfért. Tehát egy ilyen többszörös haszonvétű rendszer volt. Most az életnek is ilyen kell lenni. Ne egy terméket csinálj. Bármit el tudsz adni egy paraszti gazdaság. És ki fog találni, mit kell. Nem kell beszélni. Tehát arra kell figyelni, hogy a fejünkben eldőlnek korlátok. Ez viszont azt kell, hogy ne nézzünk hárman filmet, tehát ne hagyjuk ezt a szennyt beállni. Tehát ne az legyen, hogy más, most tudjátok, mit csinálunk? Más képeit teremtjük az amerikai álmot, itt Magyarországon, meg fönn a gyívesben. Most csodálkoznak, mindenki rákos. Hiába tiszta minden, hiába viszel, mindenki rákos. Mert teremtél Jockey Wingot egy írásba. Kérdezzetek. Nem vagytok illetve. Ennyire késő van? Nem is annyira kérdezünk, hanem nem tudom, hogy ismeritek-e Nagy Lászlónak van egy versen, a zöld angyal. A zöld angyal című versnek az a lényege, hogy elmeséli a paraszti gazdálkodásnak a pusztulását, azt, hogy a gyoma, moha, meg minden egyéb, hogy fonja be a pajtákat, hogyan fonja be az elkevesebb magyarán szóval annak a hagyományos paraszti gazdálkodásnak a pusztulását énekli meg. Nekem még van olyan élményem ebből a Morzsányi fiét. Láttam, még jártunk nagyapámmal Lucernáé, vezettem a tehenét, volt nagyapámnak szőlője, amikor leszületeltük, befogta a tehenet, elmentünk a szőlőbe, egy nagy ponyvát elített bele, és hazahoztuk a szőlőt. De nem is az a lényeg, mint akkor mondani, hogy mit értem én meg, hanem amit ő a nagyapáim meséltek, illetve
szüleim. Ők megérték még a paraszti önfenntartó gazdálkodásnak a teljes körét. Növényt termesztettek, állatokat neveltek, és apáról fiúra szállt a tudás. Pénzre kevésre volt szükségük, az a kevés, amit kellett a fölöslegből megteremtették, elvitték a Váci piacra, vagy Vácon már házaik voltak a falusi embereknek, vitték a tejföld, vitték a túrót, tehát nagyon kevés pénze volt szükségük. Nem voltak olyan igényeik, mint ma vannak, nem akartak színházba, moziba járni, nem akartak autót vásárolni, hanem ugye termeltek, dolgoztak, állatot neveltek, növényt termesztettek, hogy meg tudjanak élni. Majd picit ugye más a világ, a történetnek az első fele ez. A másik fele az, hogy a komám, aki legelőször jó barátom volt, aztán a komám felett, úgy mondta, hogy elvonul a városból, és kimegy egy pusztára, és az önfenntartó paraszti gazdálkodást ő is és családjával megéri. Kimentek, növényt termesztettek, nagyon sokat dolgozott, állatokat neveltek, a szürke marától kezdve, különböző bárányi, mangalicai, mindenféle volt nekik. Csak az volt a nehézség, hogy a pénz, tehát megéltek, volt mit enniük, de pénze volt szükségük. Azért volt pénze szükségük, mert volt három lányuk. Három lány iskolába járt, és a mai korral érintkezett természetesen. Kirándulni kellett menni, táborba is hasonló igényeik voltak, internetre is szükség volt is. Nem akarom sorolni, hogy mire volt még szükségük, ami miatt pénze volt szükségük. Hát mit tegyenek? Gondolták, hogy akkor elkezdenek turisztikával foglalkozni, úgyhogy fogadnak városból vagy bárhonnan kijövő érdeklődőket. Megszervezték nagyon ügyesen, csak annyi történt, hogy most már szombat és vasárnap a feleségnek főznie kellett, hatalmas mennyiséget megjöttek a turisták, és neki a férfinek is külön kellett dolgozni, hajtotta a szekeret, vagy nem tudom, a lovaskocsit, amin vitte a turistákat, és lassan-lassan a saját földjükön rabszolgák lettek. Akkor az apáról fiúra történő mesterség átadása, vagy tudás átadása pedig úgy történt, mert ugye érdeklődés is volt azért, hogy egyetemről, meg innen-onnan jöttek fiatalok, és hát nem igen, tehát őket kellett volna megtanítani, és megmondta őszintén a férfi, most nem akarok nevet mondani, inkább beültette a vallások fiatalt, hogy ne legyen nagy baj. Tehát ez sem valósult meg. Tehát én is azt gondolom, hogy tehát így belevágni, kimenni valahova és megpróbálni teljesen azt a paraszti önfeltartó gazdaságot, ami volt, aminek máshogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Tehát valamilyen óvatosabb utat kell bejárni, valamilyen kezdetet, például jó kezdet, hogy falura kimenni, megtermelni dolgokat, amit mondtál, az élelmiszert, és aztán utána természetesen biztos, hogy az évek folyamán el lehet ebben mélyülni, és messzebbre lehet jutni. Hát ez a barátod azért magát szabadta le, mert ami nem lelkesít, azt áll is le. Tehát az, amikor a saját földjén rabszolgál, az nem álljon. Na most látjátok, hogy hol jönnek be az élősködők, például az oktatásnál. Tehát ez egy hihetetlenül drága dolog. Nem az oktatás maga, hanem a Nike cipő, a okostelefon, a mit tudom én micsoda, a kirándulások, ahogy elmondtad. Tehát ezt... figyelj, minket azért jó, nagyobb részt a gyerekeinkkel fognak meg. Mert érzik egyszerűen, hogy ez a sebeshető voltunk. Úgyhogy papírzsot kezdődik valahol, hogy így van benne. Van. Na, tehát azzal fognak meg minket, hogy kergetjük a gyerekeinket egyetemre. De miért? Miért? Na az, hogy az általános iskola kötelező, ezt még valahol elhúzunk, bár el is itt teljesen állt a mentőnkbe. De
már a gimnázium nem kötelező, az nem kötelező, a szomszédomnak az a dicsekedjek, hogy az én fiamnak három diplomája van, ugye igaz, hogy már inkontás, meg a hős gyerekkora eltelt. Gyere, ezt terem. Na, egyébként ezzel fognak meg minket, tehát ezt abszolút jól látod. A másik viszont azt el kéne érni ezt az állapotot, és úgy láttam, hogy Gyula Iván, én többször voltam lenne nála, hogy ő azért ezt tandjából elérte, ami egy normális, bármelyik normális benszülött közösségnél van, hogy napi 1-1,5-2 órát dolgozom, maximum. Ennyi a dolgozás. Tehát ennyiből el kell tudjam látni magam, mert egyébként ez nagyjából az állatvilágban is így van. Szóval ez amikor már ennyire, tehát a magyar paraszti kultúra, legyünk őszinték, azért ment tönkre, mert szar volt. Szar volt, érted? Mert beleálltak reggel a kukoricába a gyerekek, azt este álltak ki belőle. És nem eredetben szar volt, hanem amikor az önellátás helyett bejött az árukában is, és már pénzről szólt, ugye az a kapás növények kellettek napban pénzt csinálni, akár úgy, hogy terményként, akár úgy, hogy állatként, bőrbe csomagolva. Hihetetlen sok munka volt vele, ez már nem napi 2 óráról szólt. És akkor, ahol pénz van, ott már ott van az élősködő, tehát az innentől kezdve egy reménytelen dolog volt. És a vége a paraszti kultúrának az volt, hogy reggeltől estig dolgoztam, így ahogy mondtam. És a gyerekek is, tehát már egy kintorna volt az egész. És ezért ment szét. És normális esetben egy paraszti kultúra az úgy néz ki, hogy egy hihetetlen mozaikos dolog, tehát nincs benne monotónia, ilyen nincs, hogy reggeltől estig ugyanazt a munkát csinálni. Meg se tehette egy paraszt, ott volt az állat, ott volt az ilyen növény, olyan növény, amilyen növény. És mindig, és ráadásul az időjárás vezényelt és diktált. Tehát ha ilyen idő volt, ezt csinálta, olyankor bent összegott az istálóba, tehát én azt mondom, hogy ez ma nem egy járható út, hogy volt lenne az egyik táborban, a földgyújtó táborunkban volt lenne egy házas pár, nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem, Gyula költségét jöttek, és akkor számoltak föl mindent. És azért, mert ő kiszámolta, hogy ennyi ló kell, ennyi jó kell, ennyi disznó kell, ennyi, valami hihetetlen. Tehát ez egy nagy parasztinál nagyobb gazdaságot vitt ez a két szerencsétlen fiatal. Nagy paraszti gazdaságnál volt egy nagy család. És csak disztóvó volt neki, egy 20 darab. Hát tudom, nekem van 30 pangalicám, de ez 4-en vagy 5-en. Mondjuk 4-en tartjuk, mikor van. Tehát meg van birka, meg minden, de nem ilyen. Mi? Nekem volt 25 egyébként. Azt hiszem. Te is szereted az orrán is szerintem. Meg is mondtam, hogy kitárom. Mert nem erről szól a paraszti kultúra. Van egy tiszta. Egy. Van egy terve. Ha nagyon kell. De már a tehén is egy csoportos ország. Ez egy nagy családnak együtt. A fölösleg és egy kis családnak egy tehén. Mit csinálsz 20 tisztelt tehén? Onnantól már jön a piacozás, onnantól már jön azért. Nem jó. Magatoknak kicsibe. Úgyhogy egyelőre csak termeld. Tehát kezdj el mindenféle termelni. Nem a gazdaságos segíteni neked. Hát figyelj, az nem gazdaságos, hogy megspórolsz 100 000 forint gyógyszerköltséget. Így kell számolni. Az a baj, hogy mindenki megfűl a Tesco áraktól, csak 9,99-et. Az is micsoda idétlenség. Nem tudja azt mondani, hogy 10. 9,99. Pszichológiailag az a határ, ugye? És akkor azt nem számolja, hogy jó az a tök mindegy, az a zöldség, az csak 9,90. De érted? Már a gyógyszer az 999, az orvos az 9999, a temetés az 999. Érted? És nekem nem számolja igaz. Pedig ez is a Tesco gazdaságosnak a része. És ezeket kéne újra gondolni. Tehát az a baj, hogy teljesen leszoktattak minket a gondolkodásról. Tehát egyszerűen annyira eltunult az agyunk, már nem pörög úgy, mint egy gyereknek. Nincsenek képeink, hát mikor állhatunk utoljára. Érted? És hát a képek az nagyon fontos, hogy legyen egy kép a fejedben, hogy mi lesz egy év múlva.
Mi lesz 5 év múlva, mi lesz 10 év múlva? Mi lesz a házakból, mi lesz a kertekből? Tehát amíg ezeket a képeket, az arasztáliai könyvekben ott van mindenki, és nem tudom, melyikben van az a képalkotás, azt hiszem a negyedik könyvben, hogy a teremtésnek a kulcsa a képalkotás. Képalkotás. Van egy kép a fejedben, és minél pontosabban rajzolódik ki, és minél több érzelemmel töltöd, annál jobban meg fog valósulni. Annál hamarabb. És akkor ide jön az például, ami a régi paraszti kultúrában volt, hogy kiment reggel a férfi kapálni, és délben megjelent a felesége, meg a gyereké. És leterítettek egy abroszt, ételt, mielőtt elmondta volna az áldást a férfi, csak valamelyik elpöttyítette magát, hogy de jó lenne egy tehetje. Ennyi. Ennyi a képalkotás, érted? És akkor már is a férfinek elkezdett zakatolni az agya, hogy rakja majd össze a listálót, mit, hova szögel, honnan szed fát, stb. A nőnek elindult az agya, hogy honnan a sajtára, honnan az mit tudom. Gyerekeknek elindult ugye a kép, a habos teljes csurog és fejés. És ha többen teremtetek egy képet, és úgy azt a képet teremtitek, hogy ezek nem összeadódnak, nem összeszorzódnak. Tehát majdnem egy pillanatnak megteremtődik. Ez a kulcsa a teremtésnek. Ezért nem szeretünk a közösségeket. Egy falu egy pillanatnak megteremteni a jövőjét. Egy pillanatnak, azt a képet, amit az élő. Csak ez közösség. És az a baj, hogy ezeket az energiákat el is viszik, mert vannak közösségi események. Most is jöttem át a falon, akkor mindent mentek templomba az emberek. És nem bántva a papukat, ott mit kapnak? Na, ott kéne, pontosan ez lenne az egy háznak a célja, hogy egy közös teremtésre szólítani az embereket, és ezt levezényelni. Úgy csoda dolog lenne. Csak hát ez sem. Miért pont ez működik? Na, szóval visszatérve még erre az önellátásra, tehát én fokozatosan mennék ki, úgyhogy egyre jobban kiszabadítom magam a látékból. Részben úgy, hogy egyre jobb munkahelyeket találok, részben pedig úgy, hogy szépen kiváltom a munkahelyet, és rájövök, hogy miből lett otthon egy-két napi munkával a lépésnek. És ez lelkesítse. Tehát ne egy robot munka legyen. Szóval ez a baj, hogy a robot munka az a vérezet szívja, az elviszi az energiáját. A normális munka, a lelkesítő munka, az felpont. Ennyi a különbség. Viszont vannak, akik meg azt szeretik. Mert ott van a bátyám, ő megmondta, hogy ő nem akar otthon maradni, városba akar menni, és ott akar. De ez nem baj. Ez nem baj. Ez mások baj. Neked egy felelősséged van, hogy amikor majd a bátyát hazajön bevert orral a városból, akkor nem a személyre vetni, meg nem a helyzet, hanem azt mondsz, hogy ne gyere, mert hogy csináljuk együtt. Ennyi a felelősséged. Ez egy elég nagy felelősség. Egyébként az a baj, hogy ma a legtöbb ember a félelmek miatt kezd el gazdálkodni. Meg önellátni. Hogy mindjárt rájunk oda. Tényleg rá fog dőlni a rendszer, de a félünk az csak egyre rosszabb. Tehát nem kell félni, el kell kezdeni szépen. És el fog jönni az idő, hogy nem lesz a boltba, mit venni meg. Te mit érzel? Esély? Te mit érzel? Előbb-utóbb. Milyen ezt érzel? Valaki nem így érzi? Hát én szerintem akkor én bemegyek a boltba és elmondom, ami nekem van. Tehát hogy fogsz tudni mit venni a boltba, csak... Csak azért helyén az is. Jó, hát az... Tehát az emberiség egy része az ki fogja érteni magát. Egy ilyen saját világbe fog belevalni. Állottan kiürült Tesco előtt, és bámul ki a fejében a súlyban. És meghalt. Egy része pedig talpra fog állni. És már ezekben az új energiákba fogja beletenni magát. És a új energiákban már nincs éppen ez a boltban szeretet. Ott egy dolgjára szeretetből, és elvárod a teremtéstől, hogy te meg azt kapjad meg, amire neked szükséged van. De nem pénzért, szeretnél. Nekem még ez a, hogy diploma nélkül vagyok, hogy
Ebben ne kér tanácsot, mert én sem tudtam a filmet, hogy beszélni. Én is azt hallom, hogy ha én mindig azt mondom, hogy most rájunk kapott egy egyes angolból, és igen, elég jól beszúrtam őt meg, hogy tehát ez a nyelv, ez most meg fontos, ugye, hát lehet, hogy azért lehet imat is meg, de hát kell a szükségünk. De milyen fajtos? Nem tudom. Angolul fogsz meg kell, Tamás azt mondta, hogy az, hogy tehát boldogulni tudjon majd a 21. század emberhez, az a öt kompetenciával, az egyik az angol. Ezt kimondta? És te miért olvasod a magasságot? Ugye, egyéb generációk nevelték fel a gyerekeiket a Dr. Spock könyveken, biztosan. Most az Ürge az öngyilkos, az Ürge egy gyerekenet öngyilkos, aki kikísérletezte a módszereit. Ez a gyermek nem kapja meg majd azt a, nem mint előre, hogy a szülő nem támogatja, vagy azt mondja, hogy lesz, majd csinálj, majd akkor csinálj, mit akarsz. Akkor én attól félek, hogy akkor mondjuk például közhasztúvá válik, vagy tehát nem tudom pontosan mondani, hogy valami megelve tartani. Figyelj, addigra már nem lesz közhasztú, értem, hogy nem lesz zöld lajbit. Akkor nem tudom munkanélküli, vagy én nem tudom elhelyezkedni, mert... Egyet csinálják, hogy a legjobb tudásod szerint mindent adj át, amit te tudsz, és szerinted fontos az élet szempontjában. Ha plusz tudásokat tudsz beszerezni, tehát mind a kettő lehet. És egy kis fiú, és a harmadik fiú, az is. Tud főzni a lányt? Hát valamennyire. Lehet vágsz főzni. Azt nem. Na, amire kevés aztán ezt például az anyát kéne kapacitálni, hogy ezeket csinálja. Aztán, amit te meg tudsz egy fiút csinálni, az az, hogy a hajlékkészítéstől, az útól készítéstől, ezért, tehát ezeket neked is, tehát azt tudod megcsinálni, hogy te is tudsz. Tehát ki szeret be ezeket a tudásokat. Menj el egy KS táborba, bármibe. Nálunk van egy ilyen népi életmód tábor, ahol például Kerencét, meg Kályát. A Kályhás az nagyon Kályhás jó. Az nagyon jó volt. Mi? Persze. A népi életmód távolban, néptáncban, népgyógyászottan állt a sáffal építés, minden. Az Olli van. De ezek olyan tudások, amik hasznos. Mondjuk egy Gödöllő Egyetem elvégzés, az is egyfajta tudás, Bocsánat, igen, tehát én a legértékesebb évet az egyetemet töltöttem, és infrastruktúra építő mérnök vagyok, és tudom, hogy a csőbe hogy megy a víz. Ezt mindenhogy tudom számolni, de hogy ennek eddig soha semmi használnak az életben, ez 6 évet tett el az időmből. A kedvesebb szakiskolát végzető lovasoktató, ő megtanulta a lovakkal kommunikálni, de olyan szinten, hogy most lovas edzőket edz tovább, hogy mert nem értik, hogy mit akar a lova. Nem, egyszerűen látszottam, hogy csorló be van zárva a boxba, és hetet egyszer előveszik, és elvárnak tőle feladatot, és akkor futni szeretne, futni és legelni. És akkor ő ennyit tud a lovaktól, de ez arra elég, hogy ebből megjöjjünk. Nincs munkahelyünk, nincs állásunk. Nem tudom, hogy igen, van egy lovacskánk, és akkor eljönnek a kislányok zöttyök van a hátán, meg ő elmegy néhány edzőnek ezt elmondani, hogy figyelj, engedj meg a lovadat, és akkor... És ennyi. Jó, de a legfontosabb szerintem az, hogy bízni kell benne, hogy holnap is lesz minden. Mindig ezt mondja, nekem elég lepánikolom. És lesz, hogy akkor egyszer csak valaki szól, hogy menjünk akár tetőt javítani, vagy menjek el egy csikót segíteni belovagolni, vagy valami lesz, és igen, és az autót meg tudjuk szeretni. Nagyon érdekes, mert ez 4 éve is zajlik, és tényleg működik az elképzelés, ahogy... Ez olyan fura, pont a férfire kérdezik. A férfire tenger. Én nem tudom meg, tehát kisebb távlatokban tudom ezt megcsinálni, mert nagyban. Tudod, hogy miért mondtad most? A tanulcságot.
egyet sem használom gyakorlatilag. Őszintén szólva az ember mindig később... A patofizika az viszonylag ritka ott Lakfalvájon. Később jön rá, hogy a gyerekeiből jót hoz-e azt ki, amiben bele szuszakolja, vagy nagyon rosszat. Most az enyémek már annyi, hogy én már nagymama vagyok, tehát mondjuk van egy rálátásom, hogy én sosem erőltettem semmit velük kapcsolatban, hanem az volt az alapján, hogy érezzétek jól magatokat. Aztán, hogy az hármas, vagy négyes, vagy kettes, görbüljön. Nekem ne kelljen aztán különösebben, de érezzük jól magunkat abban az időszakban, amit együtt töltünk, mint család. Mert hát ők már felnőttek. Az összes elvárásod, de ez több. Így nagy fiam, hogy ne kelljen szülőire járni. Ne kelljen, igen, a raportra járnom. Nem, hogy szülőire jártam, hanem külön órákat adottam. Az a jó tanácsom neked, hogy ezt soha nem fogod tudni eldönteni, hogy nekik mi jó. Ha ő megtanulja, és ha ő egy középiskolai végzettséggel, vagy egy általános iskolai 8 osztállyal boldog, és attól lesz ő a teljes az élete, akkor azt el kell fogadni, hogy attól. Egy diploma nekem is van, semmivel nem tesz jobbá, se kellemesebbé az életet, se semmit. Ha én magamtól nem érzem jól magam, akkor nem fogom a diplomámtól jobban érezni magam. És ez a gyerekekre még jobban vonatkozik. Itt jön az, tehát van egy ilyen jelenség, főleg a hosszikás kocsiktól, hogy bár én nem lehetek minőségi, akkor a kocsim legyen az. Furcsa nekünk a diplomákkal, ugye? Magam számára hülye vagyok, ugye? Mert ezt is elcsesztem, ezt is elcsesztem, akkor legalább legyen papírom, hogy a kocsim. Az iskolai végzettség, amit Peti is említél, én korom, amikor én általános iskolát elvégeztem, arra emlékszem, hogy akkor úgy kezdett általánossá válni, hogy középiskolákba mentek a korombeliek. A bátyám 6 évvel idősebb, náluk inkább az volt általános, nem mindenkinél, hogy már szakmunkás képzőkbe mentek, és utána később éreztem azt, hogy ugye már a főiskola meg az egyetem az kezdett úgy előtérbe kerülni és úgy általánossá válni, de ugyanakkor azt is láttam, hogy például a bátyám korosztályát, hogyha megnézzük, hogy annyi mezőgazdasági gépszerelő, meg autószerelő, meg nem tudom mik lettek, de abban a kicsi faluban nem egy autószerelőre szükség volt. Vagy valami, hogy nem tudtak, hogy egy csomóan elmentek, és ez szétszúzta a közösségét, egy csomóan emiatt elmentek, mert olyan szakmákat, olyan mesterséget kaptak a kezükbe, amit ott nem tudtak. Én ezt el szoktam mondani a falun, hogyha valaki egyetemnek küldi a gyerekét, akkor rendesen csinálja egy halotti tort a falun. Azt többet már nem lehet elkezdeni. Az oda-vissza nem fogom. Érted? Mert kinőtte a falut, idézőjelben. Az ő tudása, ugye ez a kantát a profánában van, hogy mi szalunk már rajtunk, mert nem kérhet. Kinőtte, kész, érted? És erre kurvára oda kéne figyelni, mert azt a falut elvesztette, vagy azt a gyereket elvesztette a falu, elvesztette a családja, és az a gyerek az elvesztette a gyökereit. És ezért kéne, figyelj, amikor csináltunk egy gimnáziumot abban, 10 éve, nem tudom már, megkeresett a polgármester, ugye akkor még falu volt abban, hogy neki kell egy gimnázium, mert csak úgy lehetnek városi. Megmondta, hogy jó, rendben van, nem dumálnak bele, tehát teljes szabad kezet kapom, hogy csinálok egy gimnáziumot. Így lett abban az Attila Király Gimnázium, ami most már nem is tudom, 10 éves, és elég jól működik. És ott az volt az eredeti koncepció, ami sajnos... Köszönöm. Ami sajnos úgy, tehát egy kicsit elkajszult, de az eredeti koncepció az volt, hogy ez egy 5 éves gimnázium lett volna. Az nulladik év az tulajdonképpen arról szólt volna, hogy egy ilyen összeszoktató, meg felzárkóztató, tehát a tudásokat egymáshoz zárkóztatni, és külföld nyelvtanulás. Külföld. De itthon nem lehet megtanulni. Sőt, még úgy sem lehet megtanulni, hogy együtt vannak a külföldök, mert akkor magyarul fognak beszélni. Úgy lehet, hogy az, ami régen csinálták, hogy cseregyenektől, a németekkel, a Svájcban, meg itt az előző. Tehát ez ilyen lett volna. De nem volt a poén benne. A poén az volt, hogy ez egy ilyen életiskola koncepció volt, és az volt a lényeg, hogy megtanulnak gazdálkodni. Tehát mindent, amit a paraszti kultúrában tudtak régen a
tehénfejéstől a tyúkültetésen, amit tudom én micsodáig. Szereznek közben egy érettségét, és egy népi kismesterségből egy mestervizsgáltat. Fafaragás, kovácsolás, mit tudom én, ennyi, ez lett volna a koncepció, és mindez 5 év alatt. És 5 év múlva ugye 19 évesen a külön eldönti, hogy tovább akar tanulni, és mit tudom én, mi akar belőle lenni, vagy pedig ott a mestervizsgálja, kiváltja az ipart, és már működik kovácsként, fognálként, mit tudom én, mit tudom. És ma van az a pont az életiskola része, tehát hogy egy gazdaság csatlakozik hozzá, ahol van tankert, tanistáló, stb. Az nem egy két. A többi az kívülre megvan. De akkor tanulnak is mesterséget? Igen, elvileg igen, aztán most hogy éppen ki mit tanult, szóval nem olyan. Van lehetőség. Nem, van lehetőség, tehát nem kötelező jellegű. Én azt mondtam volna, hogy ez kötelező. Mi? Nem nagyon van, nagyon kevés ilyen van az országosságos. És akkor nézzétek meg, hogy viszont a műkörmös tanfolyamok tele vannak, tehát ami kutyakozmetikus, mit tudom én, tehát hihetetlenek a számodra. Na mindegyis. Na, szóval higgyétek el, hogy ilyen is van jövő, az élő dolgokkal kell foglalkozni. És a forrástörvény miatt, ha az élettel foglalkozol, segít az életet, az élet vissza fog segíteni. Tehát el kell segíteni élő dolgokkal többet foglalkozni. Na, úgyhogy én megyek hozzá az élő dolgomhoz, meg 9 óra van, és van egy 4 hónapos. 4 hónapos fiam, úgyhogy most a legjobb ez az alomból. Én még arról a fiamról, aki miatt állandóan ligazgatóz jártam, most van ez a masszak, ez a magyar új volt, biztos hallottatok róla, annak a fejlesztőmérnöke, egy ilyen nagy sztár elektromérnök lett, minden díjat megnyert, meg elhozott. Tehát szerintem ez az igazi nevelés, amikor kicsapod legelni a gyereket. Tehát és azzal a feltétel, hogy bármi gyem, azt mondom, akkor keressél, mert segítek. És ő tudja is, hogy bármikor segítek bármikor, akár szakmai dolgokban. Ez óriási volt, leültünk valamelyik kocsmába, és ott beszéltük, hogy a maszatot mivel szereljük föl, hogy milyen izék lesznek, szenzorokon lesznek, meg ez még ráférne egy ilyen alfabéta gamma detektor, meg mit tudom. Szép volt. Na, én azt mondom, hogy a további dolgokra vagytok kíváncsiak, gyertek el vagy Vakfalvára, van, aki ismeri az utat, tényleg szívesen látok ideget szerintem. Szedjetek össze valami mikrobuszt, üljetek be, dobjatok be egy hálózsákot, az bográcsolók együtt, ott alszotok. Megszervezett? Monor mellett van. Megszervezett? Ja, hogy megszervezem? Hát... Végül is miért? Köszönjük szépen!